Hát ez a mi rendszeres szema estünk, Szabad Elbő Egyesület és a Szema Liberális Párt közös estje, és a mai találkozónak az a címe, költői kérdés, hogy lennél-e cigány? Lennél-e cigány 2013-ban Magyarországon? Két vendégünk van, akik viszont érdemben is fognak a kérdésről tudni mondani valamit. Berki Judit. És Szuhai Péter. Judit egy tanodát vezet, Péter pedig antropológus, és ők az múzeumban. Ugye, ott dolgozott? Akkor elkezdjük. Ugye nagyon kézenfekvő lenne, hogyha én most a vendégeket arról kérdezném, hogy miért alakult ki, miért ilyen nagy a rasszizmus Magyarországon, de nem ezzel szeretném kezdeni. Hát azt gondolom, hogy két olyan vendégünk van, akik nagyon sokat tudnak a cigányság kultúrájáról, a cigányság életéről, szociológiájáról, amiről mi nem tudunk, különösen a Budapesten lakók, de még a vidéken lakók is azt gondolom, hogy nagyon kevesen tudnak. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor azt mondjuk, hogy cigányság, vagy a roma népesség, magyar román, akkor tulajdonképpen hány népcsoportról, hány nyelvről, hány kultúráról beszélünk? Itt a vezető kérdés. Az 1975-es Kémostán féle első szociológiai felvétel az első olyan nagyjából megbízható adatsor, amelyikből azt tudjuk, hogy a Magyarországon, és azt hangsúlyozom, cigánynak mondott, mások által cigánynak mondott népesség, akkor volt 320 ezer ezen emberek száma. Ennek a 320 ezernek a 71%-a csak kizárólag magyar nyelven, magyar nyelven cigány volt. Amit ugye szoktak mondani magyar cigánynak, a saját elnevezésben muzsikus cigánynak mondják magukat, függetlenül attól, hogy van-e az ősök között számon tartó muzsikus, vagy nincsen. Tehát tulajdonképpen a muzsikus etnikai... Muszáj közben kérdezem, tehát azt mondod, hogy nyelvileg 1971-re lényegében a cigányság 70%-a asszimilálódott? Nem ezt mondtam. Ezt kérdezem én. Nem ezt mondtam, illetve nem asszimilálódott. Azt mondtam, hogy a nyelvét tekintve, vagy a cigányokon belüli etnikai csoport tekintve, ők magyar cigányok, amit az olasz cigányok romgulónak mondanak, és azt próbáltam mondani, hogy minden esetben van egy külső és van egy belső elnevezés. A külső elnevezés ugye a cigány, a olasz cigányok külső elnevezése a romgró, a belső elnevezés hol cigány, hol muzsikus, általában pedig muzsikus cigány. De ezt majd bonyolítom még. És mennyit beszélnek a cigány nyelven? Ezt még nem mondtam, most fogom mondani. Ja, és sőt, ez is bonyolult, mert Erdős Kamil 1958-59-ben, amikor a magyarországi cigány népesség megoszlásáról írt néprajzi szempontból, akkor ő azt mondta, hogy kétféle cigány van, a cigányul beszélők és a nem cigányul beszélők. És a nem cigányul beszélőknek két csoportját rajzolta föl, a magyarul beszélők és a románul beszélők. A románul beszélők azok tulajdonképpen akkor kevesebb része volt, akik a román határ mentén románul nyelvű cigányok voltak és nem voltak beások. A nagyobbik része ezeknek, egyébként a kemény vizsgálatban 8% az a népesség, akik beás cigánynak mondták, mert azon belül, akik cigánynak mondtak, azon belül 8% volt, aki beásnak mondta magát, és a nyelvüket tekintve egy nyelvjárás előtti úgynevezett óromán nyelven beszéltek. Ma az antropológusok, a nyelvészek azt mondják, hogy Magyarországon két cigány nyelv van, az egyik a beás, vagyis hogy ez a román eredetű nyelv, ezt ma már cigány nyelvnek mondják, a másik pedig a romani, vagyis akiket a tudomány korában olasz cigánynak mondott, akik magukat jobb esetben jobbára romnak embernek, vagyis románnak embereknek mondott. És ez a második, ez milyen eredetű nyelv? Nem vagyok nyelvész, ugye a nyelvészek azt mondják, hogy Indiából származik, tehát ez a nyelvcsalád.
ebben nem megyek bele. Azt el tudom mesélni, hogy 1774-ben egy Vályi István nevű komáromi illetőségű református lelkész, aki Leidenben tanult teológiát, ilyen utóképzés vagy posztgraduális képzésen, ő fedezte föl, hogy Leidenben malabári diákok is voltak, akik nagyon hasonló nyelven beszéltek, ez most a tudományos legenda, hasonló nyelven beszéltek, mint a komáromi, úgymond romani nyelven beszélő olá-cigányok. És akkor egy csomó kifejezést fölírt, amit a malabári diákok mondtak, amit otthon azonosított az ő városbeli romáival, és akkor így jött rá, hogy ha ezek Indiából valók a malabári diákok, akkor minden bizonnyal Indiából származnak az ottani cigányok is, akik ezt a nyelvet, hasonló nyelvet beszélnek. Itt most kéne egy kitérőt tennem, hogy sokáig ugye azt gondolták Európában, hogy a cigányok Egyiptomból származnak, és az európai nyelvek jelentős részében a cigánynak megfelelő elnevezés az mondjuk az Egyiptom szóból származik. Az angol gypsy például, az visszavezetően az Egyiptom szóból. Vagy a francia zsitán az Egyiptom szóból származik. Magyarországon és Kelet-Európában, tehát a szláv és a német nyelvekben, német nyelvben a cigánynak különböző változatai élnek. Az acigánhoz feltehetően egy vallási közösség volt, akik a 11.-12. században bizánci birodalom területén éltek, tulajdonképpen érintetlen, érinthetetlen, kitagadott, nem kívánt vallási közösség volt, és feltehetően ennek az életformának, vagy kitagadottságnak a mentén nevezték el azokat a hasonló életformát élő csoportokat ezzel a jelzővel, ezzel a etnikai, később etnikai megjelölésé vált. De visszavonom a kemény kutatásra, vagy a vizsgálatra, tehát a második nagy csoport az a, ma azt mondjuk, hogy romani nyelven, korábban azt mondjuk, hogy cigány nyelven beszélő, cigány nyelven beszélő, akik saját magukat romának, romáknak mondják, akit a tudomány olá cigánynak mond. Most megint teszek egy zárójeles megjegyzést, a Dunántúlról való, az ugye olá cigány alatt a beás cigányokat értette vagy érti, mert hogy a beás cigányok ugye olá nyelven beszéltek. A tudomány azért nevezte olá cigánynak a romani nyelven beszélőket, mert a legkésőbb ez a csoport érkezett mai Magyarország területére, ugye Erdély felől, és a romani nyelv nagyon sok románból vett szót, szófordult kifejezés, sőt, nyelvi idiomát is őriz. A harmadik csoport volt ugye a 8%-ot akkor kitevő beás cigányok, akiknek nagy része koncentrálódott a Dél-Dunántúlra, tehát esetben Baranya, Somosszala és Tolna megye területén éltek, illetve élnek, és voltak kisebb beás közösségek még a Tisza vonalán is. Ennek ugye az az oka, hogy egy újabb fejezetet kéne nyitnom, hogy hogyan kerülnek ugye a beás cigányok elei Magyarországra. Tehát feltehetően valamikori aranybányászok és bányászok, tehát aranymosók és bányászok voltak, akik saját maguk készítették el a munkaeszközöket és a bányászokhoz szükséges teknőt. Mikor volt? Ez a 18. században még volt, csak a 18. században elkezdtek kimerülni a dél-erdélyi bányák, meg az aranymosás világ, akkor teknővályok lettek, és a folyók vonalán, a Duna, majd a Dráva vonalán, Tisza vonalán jöttek föl Magyarországra, és ugye hát miután teknőt készítettek, hogy famunkások voltak, és kuhafából dolgoztak, ezért érthetően ugye a folyók mentén jöttek és mentek tovább. Tehát ők 8%-át tették ki akkor a magyarországi cigány népességnek, és nem volt 1% azoknak az aránya, akik magukat szintó cigányoknak mondják, akik vagy vend vagy szintó cigánynak mondják őket, akik Olaszország, Szlovénia, illetve Németország felől jöttek Magyarországra, és a mutatványos, tehát a céllövöldés, körhintás, korábban köszörűs, hárfás cigányok voltak
az ő elejük, és ma is nagy részük egész pontosan az utóbbi évtizedig nagyon sokan mutatványos voltak, úgymond üzletes különböző hát, haligali, dodgem és egyéb ilyen izéket működtettek. Na most, milyen nyelven beszélnek? Ők is a romani nyelvet beszélik, de erős német, tehát ahogy az olá, tehát ahogy a magyarországi olászigányok nyelvében sok román hatás van, ugye a szintók nyelvében sok német és németes hatás van. Most van még egy kialó félben, ezt Judit majd jobban fogja mondani, mert hogy az utolsó, talán még élő közösségek, akik a kárpáti cigány nyelvet beszélik, ami szintén a romaninak egy másik változata. Ugye azt mondja Erdős Kamil, hogy a Nógrád megyében és Pest megye bizonyos pontjain a szekkovácsok körében fönnmaradt nyelv, a kárpáti cigány, az ugye a mai Szerbia felől, tehát a Balkán felől érkezett 16. 15. 16. századi csoportok maradt nyelve, akik ez a nyelv kevésbé volt kitéve a román hatásnak, de gyakorlatilag a keményféle kutatás nem mérte már, nem tudta már mérni valójában a kárpáti cigányul beszélők arányát. És van egy szóta, Romano Rácz Sándor, aki a Cigány sor című könyvet írta, megint el kell mondanom, ugyan zárójel, hogy amikor megjelent a Magyarország felfedező sorozatban ez a könyv, akkor az akkori köztársasági elnök az Hozsannát zengett Romano Rácz Sándor felé, hogy végre megismerte méről a cigányokat. Egy másik közéleti szereplő, aki történelmi miniszterelnök volt ebben az időben, pedig nagyon hálás volt, egyébként nem volt hálás ennek a köztársasági elnöknek, nagyon hálás volt ennek a köztársasági elnöknek, mert ő fölhívta a figyelmét Romano Rácz Sándor könyvére, és ő is megismerte a cigányságot Romano Rácz Sándor könyvéből. Most ehhez képest Romano Rácz Sándor, aki egy nógrádi magyargéci pedagógus, tulajdonképpen oktatás, nevelés történetet tanított valamikor, most már nem tanít. Azért fontos a neve, illetve azért fontos az elmélete, mert ugye 2009-ben, biztos fogunk még beszélni, 2009-ben indult egy elég jelentős vita a HVG.hu lapjain, ez 2009 őszén a választásokra készülött vél, a jobboldali kötődésű gondolkodók, jobboldali kötődésű emberek, Romano Rácz Sándor vezért, vagy vita indító cikkét, aminek az volt a központi gondolat, hogy a kívülállás kultúrára, és ez a könyvnek is egyik vezérmotívum, amit a cigány sornak. Hát ebbe kapaszkodtak bele, és mellesleg, most ezt a vitát nem mondom, hogy ha szóhelyúra mondom. Tehát, hogy a kárpáti cigányokról indultunk ki, a kárpáti cigányok igazán megemlékeztünk róluk, de nem jelentősek ebben a megosztásban. Még egy mondat, hogy ugye 1971-es adatokat mondok, vagy mondtam, hogy 40 évvel ezelőttiek. Nem tudjuk ma pontosan az etnikai arányokat, azt feltételezzük, hogy mind a beás nyelven, vagy a beás nyelven beszélők, mind a romani nyelven beszélők aránya a cigánynak mondott, és a magát cigánynak nem, a cigánynak mondott népességen belül csökkent az arányuk, a magát cigánynak mondó népességen belül viszont nőtt az arányuk. De ez egy bonyolult. Érthető, egy dolog, hogy vállaltan cigány, vagy pedig ő róla mondják a cigány. És persze ez az is hozzátartozik, akkor már mondom rögtön az adatot, hogy az utolsó felvétel szerint, az 2003-2004-ben volt, szintén Kemény István és munkatársai vezették ezt a felvételt, akkor a becsült adata a cigánynak mondott, azért mondom, hogy a cigánynak, a többség által cigánynak mondott emberek számára becsült adata az olyan 600-650 ezer között mozgott. A 2001-es utolsó népszámára, bocsánat, az eredményeiben közzétett utolsó népszámlás 2001-ben a magát cigánynak, románok mondók száma a 194 ezer volt,
ami egy jelentős növekedés ahhoz képest, amennyien magukat 10 évvel korábban mondták cigánynak. Most én azt gondolom, hogy valahol a kettő között lehet ténylegesen a cigányok. Szóval úgy van ez, hogy van egy belső beszéd. A belső beszédben lehet, hogy az is cigánynak, románnak mondja magát, aki a népszámlási szituációban nem vállalja, vagy nem vallja magát cigánynak. És ugyanakkor nagyon sokan vannak olyanok, akik megsértődnek azon, hogy egy iskola, egy önkormányzat, bárki őket cigánynak tartja. Tehát azt mondják, hogy ők nem akarnak cigánynak lenni, és ők nem cigányok, miközben a többséges vagy cigánynak mondja őket. Tehát én azt gondolom, hogy a kettő között van valahol azoknak a száma, akik plusz egy ilyen belső beszédben, vagy a közösségen belül is cigánynak mondják. Hosszú volt, nem bocsánat. Nagyon jó, szerintem pont jó volt. Bátran. Hogy van-e, milyen a kapcsolat a román és a roma között? Nincs semmi. Jó. Ahogyan nincsen a róma és a roma közösség. Valamint az aroma és a bár az utóbbival eljátszom ezt azért játszani. Na, egy picit a szociológiáját nézzük meg akkor ennek a nyelvében és érkezésében, illetve ha jól értem, életmódban, szakmában és tevékenységben is nagyon változatos a magyar-magyarok által ilyen összefüggő egy cigánynak nevezett még csoportoknak. Judit, egy picit arról, de időben menjünk vissza, hogy mi igaz abból, hogy az érettségizett gyerekek 8%-át se éri el az érettségizett cigány gyerekek száma, hogy az egyetemre menők között 1% sincs. Hogy nézett ez ki mondjuk a szocializmus alatt, hogy nézett ki ez a rendszerváltás elején, hogy néz ki most, romlott a helyzet, javult a helyzet, mi történt az iskolázottságban az elmúlt, hát mondjuk 40 évben? Az oktatási mobilitáció szerintem borzasztóan egy lassú folyamat, hiszen ez nem úgy van, hogyha valakinek analfabéták voltak a szülei, mondjuk az 1960-as évek elején, akkor ott nagyon, nagyon erőteljes volt az, hogyha egy gyerek elvégezte az általános iskolát, akkor onnan tovább tudott kerülni a középiskolába, vagy annál magasabb szintre tudott eljutni. Ja, azt lehet látni, hogy a társadalmi mobilizációban, magában az oktatási szint emelkedésében azért egy jelentős előrelépés történt. Hiszen azért 1969-ben már nem beszéltünk arról, hogy azok a belépő, az általános iskolába belépő gyerekek nem tudják elvégezni az általánost, illetve arról beszéltünk, hogy elvégezték, de mondjuk az a szint, ahogyan ők az általános iskolából kikerültek, az olyan alacsony szint volt, hogy nem tudtak belépni egy gimnáziumi vagy egy szakközépiskolai képzésbe, ezáltal lemorzsolódtak, és tulajdonképpen ebben a szegénységi csapdában továbbra is öllődött maga a család. Nem volt meg az a típusú társadalmi mobilitás, ami nagy erővel tudta volna előre tolni a gyerekeket. Muszáj közben kérdezem, hogy most... Azt szeretném ehhez elmondani, hogy ami szerintem rettentő módon izgalmas ebben az egész kérdésben, hogy a legnagyobb probléma az, hogy ameddig a többségi társadalom gyermekeinek az iskolai végzettsége az rohamos szinten emelkedik, és ez ugye végig megfigyelhető volt a rendszerváltás, vagy a 45 utáni időszakban is, addig mindaddig a cigány gyermekek iskolai képzésében ez a jelentős emelkedés nem volt kimutatható. Ennek nagyon sok összetevője van, hiszen maga a szegénység kultúrájának az átörökítésének, ugye nem csak maga az oktatási szintnek az alacsony színvonala nyilvánul meg, hanem emellé rengeteg minden más hátrányra rakódik, ilyen a lakhatási kérdések, az egészségügyi kérdések. Ezt akartam mondani. Önmagába véve nem lehet ebből az oktatást úgy kiragadni, hogy azt tudjuk mondani, hogy ha az oktatásban volt is előrelépés, az egyéb, ami a szegénységet átörökítő tényező, azok nem jelentkeztek olyan hatványozottan, és nem tudták követni a többségi társadalomnak azt a fajta társadalmi mobilizációját, amely egyébként azt eredményezte, hogy ott a gyerekeknek az iskolai szint emelkedése a sokkal erőteljesebbé vált, és többen kerültek be a
középiskolákba tettek érettségi vizsgát, kerültek be az egyetemre. Nehezítette a helyzeted az, hogy a gyerekek nagy részét ugye elkülönítetten tanították. Ugye szinte a gyerekek nagy része vagy kifejezetten cigány osztályokban tanult nagyon hosszú ideig, vagy pedig eleve olyan alacsony szintű, most ma úgy hívjuk, hogy eltérő tanterű általános iskolába került, ahol már elvégezte a 8 osztályt. De egyébként az az iskolai végzettség egy 6. osztályos szintnek felelt meg. Ebből adódóan nehéz volt az átlépés a középiskolába, és ezt a 2 évet, amit ott tulajdonképpen a gyerek elveszített, hiába bekerült egy szakiskolai képzésbe, ez szinte pótolhatatlan hátrányokat hozott az igen, esetében. De muszáj pont a halmozott hátrányok miatt megkérdeznem, hogy ez, amit mondasz, hogy elkülönítetten, szegregált iskolákba, csökkentett tantervel, ez a telepszerű, nagyon mély szegénységben élő, falvakban élő cigányságra vonatkozik, vagy most nem tudom, akkor pontosan a 190 ezer és a 600 ezer ember között mondjuk a 400 ezeres cigányságra igaz, vagy egész más a helyzet a telepszerű körülmények között, nagy szegénységben élő cigányság és a kisebb, nagyobb városokban élő cigányság között. Nézd, az, hogy valaki a telepen élt 20 évvel ezelőtt, vagy a telepen élt ma, ez tulajdonképpen az ő iskolai mobilizációjában, a gyerek iskolai mobilizációjában semmilyen változást, én azt gondolom, hogy nem hozott. Mert hogy azt lehet látni, hogy én most jelenleg is több helyen dolgozom szegregátumokban, hogy azok a szülők, akiknek ma a gyerekei iskoláskorúak, azok tulajdonképpen a 8 általános iskolai végzettségnél nem tudtak följebb jutni, tehát tipikusan alacsony iskolai végzettségűeknek számítanak. A városokban, vagy ha mondjuk a telep az kint van a város szélén, de mondjuk bent a városban élünk, akkor ez azért nagyon megfigyelhető volt, hogy a gyerekek elkülönítése az osztályon belüli elkülönítéseket jelentett, az osztályok közötti elkülönítés. Volt A osztály, B osztály, C osztály, és ugye mindenki tudta, hogy a C osztály az mit fog jelenteni. Vagy ugye volt egy időszak, amikor még a nevem mellett is jelölve volt a naplóba, hogy ő cigány gyermek. Tehát valamilyen módon mindig megszületett annak a lehetősége, hogy hogyan lehet a gyerekeket valamilyen módon külön oktatni. Ugye jelentős áttörés volt az oktatáspolitika, ami megpróbálta ezt a típusú szegregációt valamilyen módon kezelni, és azzal, hogy a mindig adott volt az a lehetőség, hogy a szabad iskola választásnak a lehetősége, ez tulajdonképpen magával hozta azt a problémát, hogy azok a szülők, akik és azok a gyerekek, akik valamilyen módon jobb körülmények között éltek, ott a szülők egy minőségi oktatási rendszer felé akartak elmozdulni, és átvitték másik iskolákban a gyermekeiket. Ez megjelent a város szinten is. Meg lehetett mondani, hogy melyik az az iskola, ahol nagyon kevés cigány gyermek tanul. Meg lehetett mondani, hogy melyik az az iskola, ahol nagyon sok hátrányos helyzetű gyermek van. És a kis településeknek a legnagyobb problémája pedig az, hogy a gettósodó kistérségek kialakulásánál tulajdonképpen maguk az iskolák is oly mértékben gettósodtak, hogy a pici iskolákból tömegével vitték el a gyermekeket a városi iskolákban, és ott pedig ott maradt egy nagyon nehéz körülmények között lévő iskola, egy nagyon, nagyon súlyos problémákkal és lemaradásokkal küzdő, egyébként egy nagyon szegény közösség, és az ő gyermekeiknek az oktatásában pedig nem volt egyáltalán az jellemző, hogy mondjuk az oktatás színvonala az mondjuk a városi iskolákéhoz mérten oda lehetett volna közelíteni. Ehhez most is borzasztóan megfigyelhető, hogy sokkal, még mindig sokkal rosszabbul ellátottak, sokkal kevesebb az a fajta felszerelés, amivel rendelkeznek, mint mondjuk egy olyan iskola, ahol a tehetősebb szülők tanulnak. És ugye most aztán ez a típusú rendszer, ami mára kialakult, ezt tulajdonképpen azt mondhatom, hogy azokat a folyamatokat, amelyek elindultak az integráció területén, ezeket oly mértékben fordították meg, hogy már ahol elindult az integráció irányába, ott is. Igen, ott is, hát természetesen visszafordult ez a folyamat, és körülbelül ma is ugye 700 olyan iskolát vagy osztályt becsülünk, ahol a szegregáció 700? Igen, rettenetesen erőteljes, ezt az új felmérések egyértelműen mutatják, és hogy a visszarendeződés pedig nagyon erőteljes,
hiszen az intézmények átkerülése az egyházi fenntartásban, ez megint felerősítette azt a folyamatot, hogy azok az egyházak, amelyek egyébként magával a sérülékenyebb társadalmi csoportokkal, így a cigánysággal is foglalkoztak az oktatás területén, vagy kikerültek az egyházi státuszból, és ezzel tulajdonképpen nem tudták igénybe venni azt a plusz normatíva rendszert, amit egyébként az állam a többi iskola fenntartására biztosított, és megint ketté vált teljes egészében a szakadék. Meg kell nézni, hogy ma mi a helyzet egy egyházi iskolába, meg kell nézni, hogy ott hány cigány gyermek tanul, milyen arányban vannak ők jelen, milyen fajta felvételi rendszert állítanak föl, hogy egyáltalán a gyerek bekerüljön, vagy a legkisebb problémánál azonnal kilökik és kiteszik abból a típusú iskolarendszerből. A csúnya dolog ebben az, még bocsánat, aztán átadom a szót, amit én borzasztóan kritikátlannak tartok, hogy egyébként mondjuk egy kis település is valamilyen szinten az elmúlt években az új Magyarország fejlesztési terv forrásait igénybe véve felújította az iskoláit. Ennek az iskoláknak az egy része ma átkerült az egyházi fenntartási iskoláknak a kezébe. Tulajdonképpen nagyon jó minőségű iskolák kerültek oda, hiszen az épület felújítva, eszközrendszert átadtak, mindent feladtak az oktatáshoz, és kvázi ezekben a nagyon elmaradott iskolákban megint ott maradt az, amivel a tanulás feltételei alig-alig biztosíthatóak. Nyugodtan, ez szokatlan, de láthatóan aktív a közönség, már hogy máshogy szoktuk tetszik, csinálni, Azt tetszik mondani, hogy a most elismert egyházak, azok egy kicsit rasszisták? Ez egy erős megfogalmazás, de körülbelül. Azt szeretném mondani, hogy azok az egyházak, amelyek kiestek az egyházi státuszból, azok az elesettebbekkel, a cigányokkal jobban törődtek, és így... Ez így van. Hát az Iványi vagy a Joybeam közönség konkrétan iskoláik voltak, és nem kapták meg az egyházi státuszt, bocsánat, Judit. Péter is akar majd hozzászólni, de azt akarom erre elmondani, hogy 2009-ben készült egy nagy esélyegyenlőségi vizsgálat Budapest iskoláiban, és pont az enyémek voltak az egyházi intézmények. És ugye hát az ember akkor esélyegyenlőségi szakértőként megnézi abban a háromház gyerekeknek az arányát, tehát azoknak a gyerekeknek az arányát. Le kell fordítani a háromház? Ahol a szülők iskolai végzettsége nem magasabb, mint 8 általános. Tehát ugye ez volt az egyik kritériuma ennek, és ez egyszerűen megdöbbentő volt az, hogy mondjuk a budapesti egyházi fenntartási intézményekben egy kezemen meg tudtam számolni azt, hogy mennyi háromház gyermek van. Judit, fordíts le, légy szíves, hogy mi a háromház? Ugye, tehát ott az a háromház, ahol a szülők iskolai végzettsége halmozottan hátrányos helyzetű, nem magasabb, mint 8 általános, vagy a gyermek az ugye gyermekvédelmi szakellátásban van, tehát meg volt ennek határozva a része, az a része, de engem eszméletlenül izgatott az, hogy mondjuk hogyan lehet az, hogy a Nagy Budapest területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ilyen minimális arányban tudnak részt venni egy olyan oktatási rendszerben, ami egyébként ugye mondjuk a katolikus egyház fenntartásában lévő iskolák környékén volt. Ma ugyanaz szóval, bocsánat, az egyház nem vállalja a cigány gyereknek az oktatását gyakorlatilag. Ezt nem mondja ki. Differenciáltam. Szóval 2010-ig, vagyis az előző kormány regnálásáig az volt az általános gyakorlat, hogy azok a települések, ahol valamilyen módon szerettek volna külön iskolát a nem cigány gyerekeknek, és külön zárni a cigány gyereket külön iskolába, ott valójában azt találták ki, hogy egyházi alapítványi iskolát létesítenek. 2010 után ez a helyzet abban az értelemben változott meg, hogy az új kormány erősen preferálta az egyház jelenlétét, az egyházi iskolák jelenlétét, már a bevett, számára bevett és történetének nevezett egyházakat szerette és kedvelte, hogy Klári mondta, nem szerette a Joybeam közösséget, nem szerette az Iványi Gábor, és sokat, még egy párat nem szerettem. Viszont szerette a görög katolikusokat, a római katolikusokat kiváltképp, a reformátusokat, kicsit még az evangélikusokat is.
a hét gyülekezet. Mint történelmi egyhely? Igen. Azok becsúsztak a szűszavak. És az történt, hogy ezt követően éppen a szegény iskolákat adták oda az egyháznak, tehát például az úgynevezett huszár, vagy másképpen huszártelepen Nyíregyházán megkapta a görög katolikus egyház, amit korábban bezártak, és újra nyitották, hogy majd ott akkor a huszártelepi. Oké, csak akkor most egy picit én ezt szeretném pontosítani, mert ugye Gusszeben én nem olyan régen voltam, 2011-ben, mert azt mondtad, hogy bezártak előtte, nem. A Gusszeben létrehoztak tulajdonképpen egy komplex intézményi rendszert, ami a közösségi házat, az ott lévő családsegítő gyerekjóléti szolgálatot, az ottani, tehát tulajdonképpen létrehoztak a felső szinteken egy iskolát, ami egy elkülönített iskola volt akkor a guszevi lakótelepi gyerekeknek, viszont maga ez az intézményi hálózatot helyben, ez felújításra került. Tehát, hogyha bemész a Guszevre, és itt oldalt bemész ebbe az a jelenleg iskolaként funkcionáló épületbe, akkor van egy ilyen emeletes ház része, amiben iskola, ebédlő, gyerekjóléti szolgálat, és tulajdonképpen minden megtalálható, hogy a közösségnek ne kelljen bemenni Nyíregyháza központjába. A másik oldalon van egy nagy közösségi tér, mosoda és minden egyéb, ami egyébként az ottani közösséget kiszolgálta. Ennek fölépült egy rendszere. Ők ugye elkezdtek ebben működni, és amikor ugye kérte vissza, amit most te mondasz, Péter, az egyház, akkor ugye ezt az intézményt... Úgy, hogy vagy megkapta az egyház? És mi történt? Megkapta a görög keretét? Akkor én rosszul, más tudok, vagy rosszul tudom, azt akarom, a lényeg az, amit akartam mondani, hogy 2011 után nagyon sok iskolát vett át, és éppen szegregált iskolát vett át valamelyik egyház. Tehát ami korábban volt 2010-ig, hogy az egyház menekült a cigánygyerek, egész pontosan az egyházat használtak arra, a helyi önkormányzatok, hogy a gyerekeiket elmenekítsék a cigányok közül, és erre használták az egyházi iskolákat, egyházi alapítványokat, pedig 2010 után ez a folyamat annyiban változott, hogy az egyház lett alkalmas arra, hogy az amúgy szegregált cigány iskolákat átvegye, és tehát, hogyha 2011-ben vagy 2012-ben csinálnánk egy felvételt, nem integrált, hanem maradt szegregált. Igen. Most már a cigányokat szegregálták, addig a magyarokat a cigányoktól különítették el. De a Guszebben azért izgalmas, mert a Guszebben 20 év óta megy egy fejlesztés, hogy ott ugye történjen valami. És ugye elindult az, hogy tulajdonképpen nem egy nagy csoportról van szó, és mondjuk egy 3 kilométerre ott van egy iskolába, be lehetne a gyerekeket vinni, és folyamatosan mondjuk az elmúlt 5 év alatt ezt a típusú iskolát, ami a Guszebben működik, és mondjuk ott megmaradhatott volna a közösségi bázis és az ottani szolgáltatórendszer, az tulajdonképpen nem kellett volna, hogy eredményezze azt az elmúlt időszakban is, hogy a gyerekek teljesen elkülönítve tanuljanak, és most pedig ugye, hogy visszakerült az egyházhoz, most sem kellett volna. De tudunk-e példát integrált iskolára? Tehát mondjuk Békés Csaba vagy Hódmezővásárhelyről, ezt is hallottam, meg azt is. Hát ugye a Hódmezővásárhely mindig az a példa volt, amikor azt mondták, hogy ott ez tökéletesen. De én ezt az ellenkezőt is hallottam már. Ugye ott vas akarattal vitték végig az egészet, tehát azt én találkoztam. De integrált? Részben. Tehát ott sem teljes egészében, de ott azért megpróbálták a település szint között az arányokat megtartva, tehát valamilyen módon figyelve arra, hogy mondjuk ne teljes gettóiskolákat hozzanak létre, megpróbáltak valamiféle integrációt végezni. A Bicskei iskolát szokták egy ilyen sikertörténetnek emlegetni, ahol két iskola volt, és elmúlt 30 évben vagy 20 évben az egyikben, ami közel volt a cigánytelephez, cigányok jártak, a másikba pedig átvitték oda a nem cigány gyereket. És akkor az önkormányzat úgy döntött, vagy a város úgy döntött, hogy az egyik iskolából csinál 4 osztályos alsót, a másikból pedig csinál felsőt. És tulajdonképpen ezzel a két iskola ebben az értelemben nem lehetett máshova járni, ez a lehetőséget. De amit a Judit mondott, én ahhoz itt kapáloztam az elején, aztán türelmes lettem, hogy ez a többségi társadalom, én ezt egy kicsit ezt dekonstruálnám. Okay. Szóval, hogy... És azt akarom mondani, hogy természetesen, hogy van egy etnikai szegregáció a magyar iskolarendszerben.
de hogy van egy osztály társadalmi szegregáció is, az etnikai szegregáció független. És azt akarom még mondani, hogy... Már a jobb módúak máshova járatják. Így van. Most, hogy volt ez a szigyeletes Bayer vita, valamelyik vicces fiú talán a HVG-n, I.S. Gyula Puszták népétnek föltette egy darabját, mondjuk ez 15 éve ismerik ezt a trükköt. Tehát bocsánat, akkor mondjuk el. Arról szó a történet, hogy I.S. Gyula Puszták népét megírta mondjuk 36-ban, ami ugye a Dunántúli, tehát Rácegres puszta és környékének, ozorai pusztáknak, cseléd népességének bizonyos értelemben egy nagyon pontos több is, mint szociográfia, majdnem szociológiai leírása. És nem tett egyebet a mi emberünk, mint az összes cseléd szót cigányra változtatta, és lehozta, hogy hát hiszen a cigányok között már a 30-as években is volt szociográfiai vizsgálat, és lehozta, és az ember, ha nem ismerte... Idézett a regényből, hogy nem ismerte ezt a kicsit. Gyula Puszták népét, akkor majdnem elhitte, hogy hoppá, és azért a végén elárulja a szerző. Elárulja a szerző, persze. Na ugye jól elhittétek, de akkor elárulom nektek, hogy az I.S. Gyulából van. De oda akarok kiukadni, és Móri Zsigmondnak van egy nagyon szép 37-ből egy fontos, szintén fontos írása. És az már értelmezi a dolgot. Azt mondja, hogy a középosztály az iskola és az iskolarendszer. Az alávetett helyzetben lévő szegény parasztok, általában parasztok, a szegény parasztok, zsellérek, cselédek, az iskolában ellenséget látnak. A tanítóban, az iskolában. És hogy van egy konfliktus, hogy nem akarják a szülők iskolába járatni gyereküket, a gyerekek nem akarnak iskolába járni. Most valójában ez a helyzet, miközben ugye Eötvös József óta kötelező iskoláztatás van, 1968 óta, amit persze nem sikerült mindenütt, aminek nem sikerült mindenütt érvényt szerezni, de hogy valójában 45 után egy ilyen nagyon erőszakos társadalom átalakítási, ugye földosztás, kitelepítés, TSZ-ezés, egy csomó olyan dolog, amivel a korábbi szegény parasztokat valójában helyzetbe hozták. És lényegében az 50-es, 60-as évek utánra változik meg az a helyzet, hogy a falusi egykori szegény paraszt népesség gyerekei is elvégzik az iskolát, akkor már nem 6, hanem 8 általános iskolát. De tulajdonképpen sokkal többre nem is jut azért ennek az egykori társadalmi rétegnek vagy csoportnak a gyermekei vagy unokái. Szülőt nagyon jól mondta, hogy nagyon kevéssé képes valaki a saját szülei társadalmi státuszát vagy helyzetét meghaladni. Tehát aki nem végezte a 8 általános, csak 6-ot, annak jó, hogy gyereke elvizni 8-ot. Tehát hogy ez a konfliktus, hogy tudnélik, az iskola rendszer konforme azzal a tudással, azzal a készültséggel, amiben a saját gyerekeit akarja részesíteni, ez egy kérdés. És azt arról szól, hogy cigánik esetében, romák esetében ez a társadalmi, ha úgy tetszik, erőszakos átalakítás, átalakulás, reform, nevezzük akárminek, ez nem valósult meg. És nem is tartotta fontosnak az iskola, hogy ugyanilyen módon bevigye a cigány gyerekét az iskolába. Tehát az 50-es, 60-as évekről beszélsz most? Most már későbbről beszélek. Igen. Mindig el szoktam szavalni a Schiffer Pálnak a 75-ben készített Mit csinálnak ez a cigány gyerekek című. Ez egy nagymási, az Andrásnak a nagybácsia, de egy rendes ember volt. Jézusom. Rendes ember volt. És több dokumentumfilmet csinált köztük ezt a Mit csinálnak a cigány gyerekek, aki 75-ben készítette. És ez a film, ez tulajdonképpen ma is aktuális. De ebből kiderül, hogy az iskola abszolút nem tartja fontosnak, hogy bevigye a 6-7 éves gyereket az iskolába. Sokat csak 10-12 éves korában ad be. A szegregát ugyanúgy megvan, külön udvar van a cigányoknak, külön a nem cigány gyerekeknek, de nem akarom ezt a sok bornítságot folytatni. Tehát, hogy ezek a reflexek a mai napig tulajdonképpen megvannak. Tehát nem sikerül ezt a társadalmi különbséget az iskolának, hogy nem is akarja elmosni, ami az ő elvárásrendszere, és akkor a tudás
és ismeret anyag között van, amit a saját általa tanított gyerekekkel kéne megtanítania. Történt-e valami változás? Nem, igen, a részt szeretnék egy kicsit a Péterhez kanyarodni, mert hogy én abban rettentő bűnösnek tartom egyébként az elmúlt kormányzati ciklust is, hogy ugye az integráció az egy ilyen, hát már szinte szitokszótként használjuk a mindennapokban, ugye senki nem tudta igazából, hogy mit jelent, hogyha egy pedagógus képzésen voltál, és azt kérdezted, hogy akkor határozzuk meg ennek a szónak a jelentését, hogy mit jelent ez tulajdonképpen az oktatásban, akkor nagyon-nagyon kevésbé tudták ezt meghatározni, mert hogy már ők maguk sem tudták, mert hogy annyira egy ilyen, hát egy olyan szóvá vált, amit úgy használtunk, de igazából a mögöttes tartalmat senki nem tudta. De én abban látom a legnagyobb kárt, hogy egyébként ugye az volt, hogy meg kell azt tenni, hogy mondjuk az arányokat hogyan osszuk el egy iskolában. Tehát, hogy mondjuk nem lehet egy osztályban 15%-nál magasabb a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek a száma, vagy például meg kell azt oldanunk, hogy mondjuk azokon a picike iskolában, ahol volt csak 8 gyerek, és mondjuk 5 kilométerre volt egy iskola, akkor azok a gyerekek járjanak oda be, iskolabusszal vigyék őket, hozzák őket, és ott a közoktatásnak a feltételei, hát eszméletlenül jobbak voltak ahhoz képest, amit egy ilyen picike iskolában 1-től 4-ig tanító pedagógus meg tudott teremteni. És azt láttam, hogy egyébként a pici települések, én ezt megértettem, hogy két különben ragaszkodnak az iskoláikhoz. Csak az volt a probléma, hogy ezekben a kicsike iskolákban már csak a legsérülékenyebb gyerekek maradtak ott, akiket már a szülők nem tudtak elvinni sehova. Aki már tudta, annak már mind az 5 kilométerre levő iskolába járt a gyereke, vagy akár elutaztatta 20 kilométerre is, ott pedig azért, mert hogy ott egy képviselő testület, és mondtam én, ott ez 3 embernek adott még munkát, körömmel és kézzel ragaszkodtak ennek az iskolának a fenntartásához. Én jártam olyan iskolában, ahol mondjuk olyan gyerek volt, aki sajátos nevelésű igényű gyermek volt, és mondjuk negyedik osztályos volt, ebben az iskolában a 3. osztály volt, a Szilárdra nézek együtt voltunk ott, tehát tulajdonképpen lezártak előtte minden falat. És egyszerűen nem tudták azt a döntést meghozni, hogy ezt az iskolát talán a 8 gyermekkel nem kell fenntartani. Mi volt ebben a kormányzat hibája? Azt mondja, hogy a tagintézményeket miért ne lehetne fenntartani. Megcsinálták, kialakították a tagintézményi rendszert és hálózatot, és ezek az iskolák éltek és vívultak tovább, és közben a gyerekeknek a leszakadása pedig rettentő módon megerősödött. Tehát miközben, ha jól értem, ezt jó szándékkal. Hát igen, tudod ezt a jó szándékkal. Tudom, de hogy a hatást... Az nem nézték meg, tehát nem volt értékelése az amúgy talán jó szándékkal, vagy reményeim szerint jó szándékkal. Én azt tudom, én gyakorlati példákat tudok erre mondani, tehát én nem akarok, én azt tudom elmondani, hogy amit én tapasztalok és látok, illetve azt tudom elmondani, hogy azt is gondolom ebben, hogy azért nem lehet visszamenni nekünk most a, mit tudom én, a 20. század elejére, meg a 19. századnak a végére, mert hogy ez a 21. század, és az mondjuk azt követelné meg a mi gyerekeinktől, minden gyerektől, aki itt nevelkedik ebben az országban, hogy legalább beszéljen egy nyelvet, értsen a számítógéphez, és hogy legyen olyan iskolai végzettség, amivel bekerül a munkaerőpiacon. Mi a munkaerőpiacon? Eljátszhatjuk mi most azt, hogy egyébként kialakítjuk az állami iskolarendszert, és azt mondjuk, hogy majd ott egyenlő feltételeket fogunk tenni az oktatásban, de ezeket a lemaradásokat egyébként én azt gondolom, hogy ezek a típusú iskolák, amiben csak kifejezetten a nagyon nehéz sorsú, nagyon leszakadó gyerekek maradnak, nagyon nehéz lesz arra a szintre hozni, ahol egyébként, ami egy integrált oktatásnak az előnye, hogy egymástól tanulnak a gyerekek. Nem beszélek arról a társadalmi tárról, hogy a gyermekek közötti kapcsolati rendszer teljesen megszűnik, nincsenek beszélő viszonyban egymással, tulajdonképpen lezárult a kapcsolati rendszer, külön vannak a cigány gyermekek, és külön vannak a helyi többségi gyerekek, nem játszanak egymással, nem keresik egymással a kapcsolatot, ugyanígy vannak ezzel a szülők is, és akkor azt meg kell nézni, hogy vajon milyen szociológiai következménye lehet annak, hogyha mondjuk a falak, a társadalmi kapcsolatok szintjén ilyen mélységű válságot eredményeznek. Mert itt azt mond, vagy mind a kettőtök
mondatait összerakva, jól értem, a 70-es, 75-80-as években is szegregált volt az oktatás, miközben mondjuk az Orsó Sani nekem mindig azt meséli, hogy ő olyan osztályba járt, ahol a cigány és a nem cigány gyerekek együtt játszottak, aztán ennek ellenére van olyan osztálytársa, akiből jobbikos lett. Szóval, hogy ez nyilván településenként változott. Persze. Nem mondjuk azt, hogy nem, csak azt kell megérteni, hogy most az elmúlt pár év alatt egy olyan fajta folyamat játszódik le, ami egyben megy mondott, a bűnbakképzés folyamatával, 92 ahol 93 ezek a dolgok lesz, kötelező iskolai körzetek és körzethatárok voltak. Ezt megváltoztatták. Ezzel kvázi egy szabad iskolaválasztást teremtettek meg. Addig jobbára az iskola szegregálta, mondjuk Hajdú hatházon meg tudták tenni, hogy lesz három iskola, Miskolcon meg tudták tenni, ahol van X iskola, ugye ebbe fognak el a cigány gyerekek, ebbe a nem cigány gyerekek. Sőt, azon belül is ide a munkásosztály, a kori gyerekei járnak. Világos, viszont Baranya egyik kis falujában egy nem tudták megcsinálni. 1200 lelkes fogta, ezt nem tudták megcsinálni. Amikor 92-93-ban ugye eltörölték a kötelező iskolai körzethatárokat, akkor onnantól kezdve a szülők kezdték tulajdonképpen szegregálni fölfelé a saját gyerekeiket, és mondjuk a mi szendőládunkról elvitték a gyerekeket Edelény Borsodi falu részébe, és ott maradtak a cigány gyerekek, először a nem cigányok is, először társadalmi rétegződés alapon, majd etnikai alapon is, legvégül a jobb módú cigányok is elvitték a gyerekeiket. Az edély így van. Most is így? Most persze. És ezek után jött a szocialista SZDSZ kormány, aki próbált mindenféle integráció elősegítő. Második. Tehát a Magyar Bálintot. Már a második Magyar Bálint. Második Magyar Bálint, igen. Az első közös kormányzás felé is Magyar Bálintot. Igen, jogod. Próbáltak mindenféle integrációt elősegítő törvényeket hozni, amelyek, ha jól értem, nem működtek. Helyi szinteken nehezen működtek, mert hogy a helyi képviselőtestületek mindent megpróbáltak ahhoz, hogy ez valamilyen módon ne tudják működtetni. Én halkan megkérdezni, hogy milyen integrációra számíthat az a gyerek, vagy az a szülő, akinek arra sincs pénze, hogy bármilyen iskolába elküldje a közeli városba a gyerekét. Nincs bérletre pénz, de nota bene ruhája sincsen, de élelme sincsen annak a gyereknek. Az mit csinál? Amikor minket megvádolt az előző kormányzat azzal, hogy szegregált iskolát tartunk, mit tartottam volna én Alsó Szentpátonban? Milyen iskola? És azt mondták, hogy azért nem kapunk pénzt, mert szegregálunk. Hogy szegregáltam, hogy szincigány faluban egy szincigány gimnáziumot tartottunk föl, ami egyébként nem volt igaz, az esti tagozaton rengeteg magyar ember tanult, és volt díszmagyarunk persze a rendes középiskolai tagozatban se. Ez a kis tigris? Tehát... ez a kis tigris volt? Ez a kis tigris volt, van, és lesz-e, azt nem tudom. Világos. Jó, csak... Hát én ott 4 évet tanítottam, úgyhogy én elég közelről szagolom ezt a dolgot. Véletlenül. Jó. Sehogy, ha jól értem, az a válasz. Ugye az is egy ilyen nagy probléma volt szerintem ebben. De erre válaszoljunk. Igen, azt akarom, hogy nem lehetett azt jól végig gondolni, hogy ma Magyarországon vannak olyan települések, ahol egyszerűen mondjuk a lakosság összetételénél fogva, vagy például Alsó-Szentmáton, ami tudjuk, hogy szinte 100%-ban ugye cigány település, hogy ezekben a helyzetekben mit lehet és milyen pluszokat lehet oda tenni ahhoz, hogy az iskolarendszer jól működjön, és mondjuk ott a baranyai részben ott mindig volt az a fajta erőteljesség, amióta én emlékszem és gondolkodom ezen, hogy azért ott egy csomó olyan egyéb rendszer is ráépült erre, ami segítette ezeknek a gyerekeknek a tovább tanulását és a tovább ami hátrát adta ezeknek a gyerekeknek. Hát a azért ugye Baranyában azért... Az etnobiznisz működött, nem pedig az igazi segítőkészség. Én segítőkészséggel 4 év alatt egyszer sem találkoztam központi hatalom részéről. Egyszer kaptunk egy látogatást Brüsszelből, ahol kaptunk ígérethalmazt, ami nem lett beváltó, és kaptunk 2 műanyag focilabdát, ami egyik aznap eltűnt,
másik egy-két a szétet rúgva, és egy fekete összecsukható ernyőt is ott felejtettek, mondták, hogy használjuk egészséggel. És egyebet sem kaptunk. Kókától kaptunk 15 darab fantasztikus készüléket, számítógépet, egy tanulmányi versenyre. Ez volt az egyetlen felajánlás 4 év alatt, amivel találkoztam. Azon kívül elvették tőlünk, megzsaroltak minket, és elvették az egyházi hozzájárulásunkat is évekre. Ez egy is egy buddhista feltartás volt, ugye? Ez buddhista feltartás. Jó, bocsánat, akkor ez. Szerintem meg van egy másik is, de ez nem baj. Nincs itt se Derdák, se Orsos úr, úgyhogy erről nem szívesen beszélni. Jó, csak több buddhista egyház. Na, de akkor egy picit menjünk most az oktatás, mert van még időnk, de azért az oktatáson kívül. Igaz-e az a szám, hogy ilyen nagyon mély szegénységbe telepszerű lakóhelyen körülbelül 100 000 cigány ember él. Ez a szám igaz-e? Hát 2008-ban láttam egy felmérést, akkor ez a szám igaz volt. Igaznak itt hittük, vagy legalábbis én igaznak hittem, hogy kb. 100 000 ember él telepi viszonyok között. Ma azt gondolom, hogy többen élnek a telepeken, mert ugye az elszegényedés az folyamatos, és hogy bizonyos házak, amelyek akkor még nem voltak telepek, azok tulajdonképpen olyan típusú szegregátumokká váltak településeken, amelyek megközelítik azt a fajta lakásminőséget, idézőjelben mondom azt, amit mi ugye a telepen lakásoknak szoktunk nevezni, vagy lakásszerű építménynek szoktunk nevezni, tehát olyan fajta pusztulás ment végbe a lakásállományok egy részében is. Az a szám igaz, hogy ez kb. 6 vagy 700, amit az előbb mondtatok, telepet jelent az országban. Azt szeretném mondani, hogy amikor Havas Gábor a Ürmös Andornak valami kutatási vázlatot készítettünk, és valójában a... Ürmös Andor valamelyik minisztériumban volt, és a Brüsszelben van. És munkaügyi minisztérium volt akkor talán, de ez mindig változott a neve. Lényegében, tehát utána kezdték el a telepfelszámolási programot, ami valójában egy ilyen integrált program volt, hiszen az oktatás, a munkahelyteremtés ugyanúgy részét képezte logikailag. 2007-ben írunk. És azt akarom, hogy ha akarom venni, se akarom venni, mi az, hogy telep? Tehát, hogy az a telep, ami mondjuk a 70-es években különböző OTP és egyéb kölcsönkonstrukcióban cigány telepként épült, cséllakások és csökkentett értékű lakásokkal, akkor egy kisebb számot kapunk. Hogy most példát mondok, hogyha Rudabányai egykori bányászkolóniának, vagy mondjuk Ósz körül 2 tucat bányászkolóniának a bányák bezárása után... A hétes egy telep? Hát ez egy... Ma már a hétes telep. Korábban... De hát nézőpont kérdés, hogy a hétes telepe, vagy nem telepe. Én azt mondom, hogy az. Világos. Alsószámmártól terep, vagy nem terep? Nem. Az egy cigányfalu. Na de pontosan a kérdés, hogy akkor, hogyha, és itt erre próbált szerintem utalni, hogyha az épületek lerombannak, hogyha a népesség megváltozik, társadalmi összetétele. Tehát, hogy az a kérdés, hogy egyszer csak egy apró falu, egy zárvány csenyített terep, vagy nem terep? Aha. Tehát telepi körülmények között élnek, nem telepszerű, hanem egy egykori feudális típusú falu szerkezetben, de telepi életformát élnek az emberek. Tehát ezek az egykori gyártelepek. Hát akkor nevezzük gettószerű. Én keveslem a 100 000 számot. Igen? Igen. És a 6 vagy 700 telep? Hát csak most azt mondom, hogy ahol megfordultam, jártam, hogy Tiszavasvári szélesúti telepén lakja 2000 ember. Elnézést, mi azt tapasztaljuk, hogy több, én egy faluban jártam, és ott azt mondták, hogy a falu szélén vannak a telepi cigányok, vagy a telepiek. Szóval aki ez konkrétan Tiszkó és Nyugok. Hát ez így van, sajuk az én, és ugye ez a tábla után van. A telep az oltószére, azok a rossz cigányok, akik nem
A rendes annyiba csattan, Alsó-Szentmártonnak van telepe, cigány telepe. És akkor a gyerek azt mondja nekem, hogy ültesse el tanárul, mert üdös. Mondja a telepi cigányra a falusi cigány. Tehát van a falu, van a falu és van a telep. Cigánytelep. Ezt próbáljuk mondani, hogy, van a, mi és van az ő. Tehát van a belső nézőpont és van a külső nézőpont. Tehát kívülről nézve Alsó-Szentmárton lehet az egész telep. Belülről nézve az emberek tesznek egy társadalmi különbséget, vagy hierarchiát állapítanak meg. A régi cigánytelepen lakók, vagy az egykori sokkáccal csvábházban lakók, azok már-már egy parasztnak tartják méltósággal magukat, mind a szegény telepen, vagy az egykori cigánytelepen, azt letelepízik. Tehát ugyanazok a többségi sztereotípiák egyszer csak átáramlanak, vagy, használódnak cigány és cigány között is, mondjuk Alsó-Szentmártonban, de ezt a jelenséget tudjuk máshol is. Igen, szóval, hogy onnan nézve van egy telep, máshonnan nézve az egész egy telep. Jó, akkor máshogy kérdezek. 2002-ben 742-t számoltunk. 742 volt 2002-ben. Ugye készült akkor az egyik minisztérium felkérésére egy ilyen vizsgálat. Megkérdezték a helyi önkormányzatokat. Az önkormányzatoknak kellett kitölteni egy önkitöltés kérdőívet. Meg kellett határozniuk, hogy melyik utcá. Így van. Aki akkor beazonosította magát, az 742 volt, és el is. Tehát 742 olyan telepszerű lakókörnyezetet definiált, ami azt mondta, hogy az ő településén ebből van három vagy négy. De a szociológus erről nem mondaná a telepnek, szóval nagyon. Mi hogy hívja a szociológus? Nem, azt mondom, hogy a tanár, hogy az önkormányzati aktivista vagy hivatalnak, akkor rámondta egy négy házból álló ízért, hogy az telep. De lehet, hogy egy szociológus nem így hívná. Jó, akkor másképp kérdezem, hogy hány olyan emberről beszélünk, most csak a cigányságot nézve, akinek nulla lehetőség van tulajdonképpen a munkavállalásra, egyrészt mert nincsen munkahely a környéken, másrészt mert a szakképzettsége is, vagy annak a hiánya egy korlátot jelent, és egyébként az életkörül, tehát az iskolai végzettsége is, az életkörülményei is, a lakhatása is egy mély szegénységre ítélik. Hány emberről beszélünk? Azért nehéz azt meghatározni most, mert ugye nem olyan régen megjelent egy a Fergye Zsuzsának egy nagyon fontos új kutatási anyaga, illetve amiben azt mondja, hogy 4 millió szegény ember van Magyarországon. És mi is nagyon tudjuk azt, hogy mely területein vannak az országnak halmozottan jelen azok az emberek, akik hát úgy mondjuk, hogy mély szegénységben élnek. Tehát, hogy a napi jövedelmi viszonyaikat sem tudják előteremteni, és nem biztosított a megélhetésük. A tavalyi évben hivatalosan 162.800 ember vett részt közfoglalkoztatási programban, hivatalosan. És ugye azt mondják, hogy ezeknek az egy részének sikerült egy hosszabb távú foglalkoztatási részt megismerni, tehát ami azt jelentette, hogy nem 30 napot dolgozik, hanem három hónapot, vagy akár 6 hónapot, vagy akár olyan szerencséje volt, hogy a startba került bele, hogy a start közmunkaprogramba került bele, és akkor egy évet tudott dolgozni. De egyébként ugye azt mondták, hogy 300, tehát hogy nagyon sok olyan ember volt, aki egyáltalán nem tudott bekapcsolódni a 30 napos foglalkoztatási időszakba se, mert hogy kevés volt a meghatározott létszám, akik be tudtak kerülni, és ennek a számát, akik abból is kiestek, több mint 100 000-re becsülik. Tehát beszélünk mondjuk 260 000 emberről, és mekkora hányad a cigány ember? Ezt azért nehéz most megmondani, hogy mennyire ennek a 70%-a biztosan cigány ember. 60-70%-a biztosan cigány ember. És beszélünk a gyerekeikről. És beszélünk a gyerekeikről, és beszélünk a családjukról. Igen. Igen, tehát szerintem maga a kérdésfelvetés is az, mert hogy a hazai munkaerőpiac annyira szegregált, hogy teljesen független a kérdés,
hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkezik. Mert ugyanúgy munkanélkül van az is, aki rendelkezik szakmával, meg rendelkezik felsőfokú képesítéssel, meg az a cigány ember is, akinek abszolút nincsen, maximum a társiskolai végzettsége. Teljesen jogos, én most a hátrány, sokszorosan hátrányos helyzetre... Ez bizonyos közlekre így igaz, de azt mondom, a nagy átlagban nem szól, én minap láttam egy kimutatást, ami pontosan arról szól, hogy minél magasabb iskolai végzettséged van, annál nagyobb valószínűséggel találsz munkát, míg fordítva, minél kevesebb iskolai, kisebb iskolai végzettsége van valakinek, annál kisebb az esélye, hogy munkát, katolikus munkát találsz. Ez mindig is így volt a elméletben, és mindenféle szociológiai vizsgálatban, és mindezt tetítsd a hazai cigány népességre, és azokra az idézőjelbe tett roma származású értelmiségi ekre, hogy ezeknek hány százaléka dolgozik, kivétel, hogyha helyben van valami olyan civil szervezet vagy program, ami fel tudja őket venni, mert egyébként a legális munkaerőpiacon abszolút nem tudnak elhelyezkedni, kivétel néhány olyan származás. Kivétel, hogyha feljön Pestre és néhány alapítványnál, hogy egyéb ilyen helyen elhelyezkedik. Azoknak semmilyen lehetősége nincsen, mert még nem veszik föl. Még akkor sem, hogyha rendelkezik megfelelő képességgel. Ilyesmény különöző Észak-Magyarországi régió is, ahol az, amit a Szilárd mond, hogy valakinek milyen az iskolai végzettsége, és hogyha esetleg jó lenne a cigánynak lenni, vagy milyen ember cigánynak lenni Magyarországon, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy ezekben az országnak ezen a részein szinte roma emberként nem lehet munkához hozzájutni. És ez két dolog miatt is rettenetesen veszélyes, mert hogy aki egy jobb képzettséget szeret, az természetesen azt mondja, hogy akkor én nem fogok itt maradni, hanem menekülök előre. Maga az a picike kis értelmiségi réteg is elköltözik és eljön arról a településről, nem maradott, és tulajdonképpen megint azok az emberek vannak ott, akik önmaguk érdekképviseletére nagyon, nagyon kevésbé képesek, és nincs mögöttük olyan erő, amelyik artikulálni tudná mindazokat a felvetéseket, amelyek az ő élethelyzetükből adódnak, és amelyeket orvosolni kell. És szerintem ez ilyen kettős veszély, pontosan amiatt, hogy rettenetesen ki vannak lökődve az ország bizonyos területein egy ilyen, mint hogyha egy ilyen rossz test lenne, egy idegen test lenne, valami olyan megvetés övezi a cigány közösséget. De jól értem-e, hogy ez az valóban az elmúlt években erősödött föl, vagy bármilyen élessé? Tehát, hogy ez nem... Gyerekek, én ahol számolom ezt a tétel, lehet, hogy majd máshonnan fogja számolni. Nekem a legelőteljesebben, amikor ez úgy nagyon élesen beindult, ez monok volt. Monok? Nekem... Négy háború, amikor pörgették a pénzt, mert lehetett csempészni az önfatáron. Igen, erre nagy felendülés volt anyagilag, de munkája nem volt. És az oktatás, azt mondom, ma... Mert mit mondok én annak a gyereknek, akinek az apjának ott van a nehéz gépkezelői, a buszsofőri és a szakács bizonyítványa, a mély szegénységben élő alsó szegmentről beszélek. És nem látta még apát munkába menni, amikor van egy hirdetés és elmegy, lát, jön egy gravida ember, Alsó-Szentmártoni bemondja, és már nincs munka. Abban a pillanatban szakképesített. De ez a rendszerváltásnál így volt, vagy ez a 90-es évek? Ez a után következett. Vagy ez a 2000-es évek? Mert akkor kezdtek ők elkezdeni tanulni ott. Hisz kihelyezett OK-s képzések voltak. Világban a Szentmártonban van a legtöbb kertész, a legtöbb szakács és a legtöbb falusi vendéglátó. Egyfőre első, az nincs nálunk, ezek vannak, főleg falusi vendéglátók, tehát egyfőre első 10 falusi vendéglátó. Tehát azt mondja, hogy lehetett tanulni, és nem lehet elhelyezkedni. Ez a gyerek ezt látja utána. Igen, de akkor jól értem, azért nem lehet elhelyezkedni, mert sima és egyszerű rasszizmus. Rasszizmus, pontosan, abszolút, egyértelmű. Hogy mondjak ez még valamit, hogy ott volt egy nagyon izgalmas dolog számomra, amikor tulajdonképpen ugye a rendszerváltással ez elkezdődik, de maga ez a mély kivetettség. Tehát az, hogy ugye nem volt munka, mert például én egy bányászvidékről jövök, ott se volt senkinek munkája.
Tehát, hogy ott akkor még mindegy volt az, az elején, a 90-ben, hogy valaki cigány emberként volt munkanélküli vagy nem. Ez egy kicsit később kezdett el felerősödni, amikor mondjuk ő akkor egy betanított vályárként már hosszú ideje nem tudott elhelyezkedni, akkor bejöttek azok a típusú munkák, amelyek az önkormányzatok bonyolítottak. És ugye megértük azt, hogy amikor az emberek egymással veszekedve, ordítozva megérték azt, hogy kikerüljön be a munkába, mert olyan harc volt érte, és közben ma pedig azt hallott, hogy ugye senki nem akar dolgozni. És ráadásul, ami szerintem egy ilyen végtelenül tragikus dolog, hogy egy harmadik, negyedik generációs munkanélküliség már jelen ezekben a családokban, és azok a problémák, hogy a gyerek ennyire hite hagyott, hogy úgyse fog sikerülni, hiszen apámnak se sikerült, és amit te mondasz, teljes önfeladásban. Teljes önfeladásban vannak. A gyerekek is, de az idősebbek is. A szülők már túl vannak. És azt mondja, hogy tessék már mondani, nálunk kazán fűtő vagyok, kömöves vagyok, partgondozó vagyok, nem tudom én mi vagyok, és még munkám mindig nincs. Tessék mondani, mit tanuljak és mit fogok csinálni. És erre nem tudunk választ adni, mert amit a Szilárd mond, az teljesen úgy van, hogy abban a pillanatban, ha felvétel is van, ők biztos, hogy minden kapuzárban van előttük. És ez... Én ezt tényleg úgy hívom, hogy ez egy intézményesített rasszizmus, mert egyszerűen nem lehet átlépni a falakat. Ezt úgy mondtam, hogy az alsó tagozatban nincs probléma, az én meglátásom aha. szerint. A szülők együttműködnek. Mindjárt. A tanítókkal, egyszem tanítónénivel, vagy kétszem tanítónénivel, most már ugye kettő van, esetleg tanítom, mert jól el vannak a gyerekek. Jön egy nagy váltás nekik, cigány gyerekeknek, amikor 8-10 tanárt kapnak egyik napról a másikra. Plusz pénzbe kerül, már kezd pénzbe kerülni az iskola felső tagozat, ott már a szülő nem együttműködő, nem tud együttműködő lenni, nincs miből. Ezek a gyerekek ettől kezdve fejkvóta a gyerekek, örülnek, megkapják a fejkvótát, de minél messzebb legyen az iskolától. Tehát nem végzi, a 8 elemét nagy nehezen 16-17-18-es korára elvégzi, írni, olvasni nem tud, és megkapjuk mi gimnáziumban. Ezt Alsó-Szentmártonban veszik. Mások nem is kapják meg, mert senkinek esze ágába sincs, nem tudnak felvételizni, ugye nálunk nincs felvételi, vagy nem volt. Második esély gimnázium, tehát pláne megfelelkezik. De mit csinál az ember egy gimnáziumban egy adott tananyaggal, egy olyan gyerekanyaggal, aki írni, olvasni nem tud. A tudás könyvekben van, el kéne tudni olvasni, baj van. És nem úgy működünk, mi se, hogy akkor lehetne egy felzárkóztatást csinálni, hanem bele a gimnáziumba, azt az eredményt pedig... Hát a nulla. Ezt akkor nem így kérem, bocsánat, de... Hát, hogy akkor máshogy kérem kellene. Hát bizony. Csak, hogy? Ezt kérem. Tulajdonképpen, amit most hallunk, a címhez viszonyítva, tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogy örülnénk-e, hogyha a szomszédunk cigány lenne. Ez tulajdonképpen... Nem az a cím. Nem az a cím. Nem az a cím. Az, hogy ha te cigánynak születtél volna, kedves Mihály, akkor milyen lenne az életed? Akkor rosszul emlékszem. Jó, mindegy. Erősen rosszul emlékszem. Jó, akkor elnézést. De... Jó, de akkor most muszáj megkérdeznem. Ha cigánynak születtünk volna, akkor ugye van egyfajta eleve elrendelés ebben a pillanatban, és ez valami egészen elképesztő, hogy ezt a falat, ezt a kockát hogyan lehet megnyitni, hogyan lehet ebből kimenni. Ezzel lett volna a következő kérdés. Hogyan lehet ebből kimenni. Nyugi! Azt szeretném megkérdezni, hogy van mondjuk az Audi gyár Győrben, ott, hogyha beállok a kapuba, akkor látok cigány embereket kijönni a gyárkapunt, és hogy ez, tehát azt gondolom, hogy az Audi azért ez egy elég nagy cég, hogy ne legyen annyira rasszista. Hogyha az Audi gyárat nem Győrbe, hanem mondjuk Máté Szalkára... Jó, de most Győrben van. De nem, bocsánat, nem kezdem ezt. Szóval, hogy amiről igazán még nem beszéltünk, bár érzékeltettük, vagy érzékelhető volt, hogyha az országot, mint egy térképet megnézzük, és a szegények plusz cigányok, romák arányát felrajzoljuk, és minél nagyobb százalékban laknak adott megyében, vagy térségben, kis térségben cigányok, szegények, akkor az feketével, vagy sötét színekkel ábrázolnák, akkor mint egy mérleg egyszer csak így felbillenne az ország. Győrben
a Győrön belül, a Győr környékén ugye a cigányok népessége belüli aránya nem éri el a 3-4 százalék. De az azt jelenti, hogy 5000 ember dolgozik az Audiban, hogy nagyságrendileg 150-200 cigány embert meg kéne tudjak számolni, hogy végeztek olyan felmérést, nem ahol... Nem végeztünk ilyen felmérést, nem végeztünk. Meggyőződésem, hogy vannak azért cigányok is. Nagyon sok olyan a társadalom által nem cigánynak nevezett vagy minősített ember is lehet, és ezt nagyon pontosan mondom, ezt erre figyeljünk oda. És ha már itt vagyok, el akartam mesélni azért a 60-as éveket, hogy akkor milyen kategóriákat használtak az emberek, meg volt ugye valakinek az asszimiláció, hogy akkor azok asszimilások, amikor mondtam, hogy 70%-ban magyarul, bocsánat, beszélnek. Akkor ugye volt egy hármas kategóriai rendszer, hogy beilleszkedettek, a beilleszkedés útjára lépettek, és a nem beilleszkedők. És azt mondták, a beilleszkedettek... Ez a tűrtilt... Nem, ez a Kádár korszak. Jó, de ez ugyanaz a kultúra. Nem. Ez az olyan rendes, hogy már nem is cigány. Ugye az volt a 61-es párthatározatnak a logikája, hogy a cigányok, volt egy kis gondolkodás az 50-es évek második felében, amikor a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetséget létre is hozták, hogy a magyarországi cigányok szovjet mintára nemzetiségként, vagy szociális, szociológiai csoportként, a szociológia szót nem használták, minősítsék. És akkor azt mondták, hogy egy sajátos helyzetben, vagy helyzetben lévő népréteg, és hogyha a cigányok szegénységét megszüntetjük, akkor maga a cigányság is megszűnik. Vagyis akkor a társadalmi beilleszkedésnek az élet három, párt is ezt mondja ma. Az élet három területén az oktatás, a foglalkoztatás és a lakóhely, lakásviszonyok területén megváltoztatjuk a helyzetet, akkor megszűnik ez a mélyszegénység szó sem használták, megszűnik ez a sajátos helyzetben lévő népréteg, és nem lesznek cigányok. És ezért mondja ez a hármas kategóriai rendszer, a beilleszkedettekre, ugye a munkájuk, járnak iskolába, rendes lakásban laknak, hogy olyan rendes, hogy már nem is cigány. Most vannak olyan rendesek, hogy már nem is cigányok, vagyis hogy lehet, hogy az identitásban, az öntudatban valaki magát cigányként, romaként határozza meg, a többiek őt nem tekintik már esetleg cigánynak, mert olyan rendes, hogy már nem is cigány. Vagyis amikor az alsó Szentmártonban a faluban lakunk a telepiekre azt mondják, hogy azok a cigányok, meg a büdösek, mi pedig a nem tudom mik vagyunk, akkor tulajdonképpen valami hasonló logika érvényesül. Ergo, el tudom képzelni, hogy mondjuk egy szabolcsi, szatmári, mély szegénységben élő, szakképzetlen cigány munkavállaló nem kapna állást és helyet a győri Audi gyárban, de el tudom képzelni, hogy Bádár László testvérének gyerekei elhelyezkedtek, mert őket nem tartják ebben az értelemben cigánynak, és nem, szóval én nem gondolom, hogy mindig mindenkire, aki magát cigánynak gondolja, vagy akiről cigány, vagy akiről azt látják, hogy cigány, azzal szemben csak is kizárólag megítélők, elítélők lehetnek. Szóval azt mondom, hogy van néhány olyan foglalkozási csoport, amik magasan értékeltek, vagy fölértékeltek, tehát valószínűleg zenésznek lenni, nem rossz mennevél azzal, hogy cigány vagyok. És azt gondolom, hogy vannak bizonyos szakmák, ahol ez ténylegesen nem számít. Ezzel nem azt mondom, hogy nincsen egy látható és érzékelhető rasszizmus, és szerintem már a 70-es években is volt. De erről majd mesélj. Még egy mondatot hagy mondjak a Péterhez, hogy ő azt mondta, hogy ez így volt, hogy most pedig azt mondják, hogy olyan rendes ember ez, de milyen kár, hogy cigány. Ugye ez azért nagyon izgalmasan megváltozott mondattá vált. És a másik dolog, hogy ugye ma én úgy gondoltam, hogy eddig általában azokról beszéltünk a cigányságon belül, akik a mély szegények közé tartoznak. És azért ez nagyon fontos, amit a Péter mond, hogy ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a cigány közösségből mindenki mély szegénységben él, és mindenki képzetlen, és mindenki alacsony iskolai végzettség. Én azért kérdeztem állandóan számokat, mert igen, ez pont ezért kérdeztem állandóan számokat, hogy... Az biztos, hogy a magyarországi szegények között a legalsó harmadban túlreprezentált a romák.
nemzetségnek a lélekszáma. Tehát magas... Tehát azt mondjuk, hogy a legszegényebb 1 millióból 200 vagy 300 ezer, 250 ezer cigányember, miközben a teljes népességen belül csak 500 ezer emberrel beszélünk. Így van, és ez azért nagyon izgalmas dolog, mert hogy ugye mindig azon van, hogy kellenek-e célzott intézkedések ennek a problémának a kezelésére, vagy nem kellenek, és akkor már is ott vagyunk annál a kérdésnél, hogy kellenek-e a cigányság esetében, akik ebben a legalsó harmadokban, a legszegényebbek között vannak, célzottan érintő intézkedések, vagy pedig az kell, hogy azokon a területeken, ahol ők túlnyomó részben élnek, és ez ma nagyon jól látszik, hogyha megnézed az országnak a térképét, hogy a GDP mutatók hol a legalacsonyabbak, akkor ugye ott a legnagyobb a szegénység, és ha erre rávetíted a Magyarországon élő cigány közösséget, akkor lehet látni, hogy ott a cigányok magas lélekszámmal jelen vannak, akkor miért van mégis az, hogy ezek az intézkedések, amelyek egyébként el akarták érni a legszegényebbeket, mert azért volt egy csomó olyan dolog, amit ugye jó példaként is lehetne mondjuk felsorolni, mégsem tudták elérni a legelesettebbeket. És hát akkor megkérdezem, hogy kell legcélzott intézkedés, vagy intézkedés csomag, és az mi legyen? Bocsánat, én ezzel a kapcsolatban akartam valamit kérdezni, hogy tavaly az Európai Unió magyar kormányzás alatt hirdetett egy nagy programot, nem csak Magyarországra, hanem az, semmit nem csinálni, az egész Európai Unióra igen. De volt itt, hallottam a rádióban, hogy állítólag valami folyik, és nagyon jól csinálják, és nagyon nagy teljesítmény. De én szeretném kérdezni tőletek, hogy tulajdonképpen mit csinálsz a kormány most? Konkrétan számokkal. Konkrétan semmit. Ennél olyan... rosszabb szerintem. Igen. De akkor azt kérdezni, hogy eddig a többiek mit csináltak konkrétan? Mert ugye semmit, meg még de most én azt szeretném megkérdezni, de utána tényleg a tiétek a szó. Brian, igen. Ott Romániában mit csináltak? Nagyon ügyes. Mit csináltak? Egy bürokratikus oszlopot csináltak. Egész végig le a faluig, és ebbe kiszemelték a cigány aktivisták, és nagyon szép állásokat adták neki. Részben Bukaresten, részben akár elvileg a alsó szintén is. Minden alsó szintén, aki kellett volna foglalkozni a cigány ügyjel, általában nem azzal foglalkozok, mert mivek, de így nagyon tompították az egész helyzetet, úgy tudom. Szóval én programot csinálták. Uh-huh. És a többi ország nagyon, nagyon becsülik, szóval a romániai cigán program, ez nagyon híres. Jó, akkor én azt kérdezem, hogy... Ezt hallottam, hogy romániai... Bocsánat! Parancsoljon! Az, hogy miért jelentkeztem korábban, azt majd később csak gyorsan válaszolnék az elhangzott kérdésre, hogy mit csinál most a kormány. Most indult a Nő az Esély című program, ezt az Országos Roma Önkormányzat indított. Ez nem most indult, ez tavaly. Azt hiszem, hogy ősszel az lényeg, hogy ezzel roma nőt akarnak valamilyen szakképzésben részesíteni, illetve elhelyezni. Most abban nem megyünk bele, ez egy 3 milliárd forintos egyébként uniós alapból finanszírozott program. Hogy ebből mi lesz, majd megvehetjük. De tehát, hogy ez én tudomásom szerint ez egy jó projekt. 3 milliárdról lesz. Akkor pillanat. Még ezt megkérdezhetem, és aztán átadom a közönségnek a szót, bár most ma egész este ilyen interaktív volt, hál' Istennek. Na, tehát akkor még egyszer a kérdést. Kell-e egy olyan integrált csomag, ami a legszegényebb, vagy a mély szegénységben élő roma társadalmat érinti, és ha igen, akkor milyen részekből kell összeállni, és hogyan lehet megcsinálni, vagy ha úgy tetszik, honnét lehet példákat vagy mintákat venni, mint amit a Brian most mond. Két szkeptikus emberül velem egy sorban. Én nem dolgoztam sohasem az államigazgatásban, néha suttam.
vagy sokszor többekkel. Tehát nincs egy átfogó elméletem arra, hogy mit kellene és mit lehetne. Amit úgy nagyon sejtek, vagy kapizsgálok, az a következő lehet. Szóval, hogy vannak egy-egy ilyen sporadikus példáim, ahol azt látom, hogy adott településen valakik megpróbáltak valamit csinálni. Például? Sorolom. Egyház. Ugye az a mélységes mély meggyőződésem, hogy az egyházak úgy abóvó a történeti egyházak érzéketlenek és cinikusak a szegényekkel és közelebbről a cigányokkal szemben. Már a 60-as, 70-es években itt van például Kopasz testvér, aki Uszkán és Vásárostamény környékén több gyülekezetet hozott létre. Éppenség a legszegényebb és leghátrányosabb helyzetű többek között cigányok, romák körében. És általában a kis egyházak sokkal rugalmasabbak és sokkal emberbarátabbak, szegényekkel. Mármint ez a pozitív példa volt. Ez a pozitív példa most, igen. A Kopasztestvér. És azt látom, hogy... Már megijedtem, mert a sértő Radics Uszkán a polgármester. Igen? Most már ő az, igen, de... Nem most, 15 év. 15, úgy értem, igen. Már, de... Igen. És Uszka mindig egy ilyen pozitív példaként szerepelt, két film is szól erről. Tehát tulajdonképpen hogyan változtatta meg ebben az értelemben ez a szabad egyház, vagy kis egyház az emberek életét. És van néhány tucat példánk, még azt is mondom, hogy katolikus példám is van egy-egy. Szoktuk szeretni elszavalni a Szentről áldott, ahol egy kurziós mozgalom valójában testvériséget teremt katolikus cigányok és katolikus nem cigányok, vagy parasztok, vagy magyarok között. Vagy szoktam szeretni elmesélni Botpalát példáját, ahol mindenféle polgáralapítványtól függetlenül és nélkül a cigányok ugyanúgy uborkáznak, árutermelő uborka termesztés folytatnak, mint a parasztok, vagyis itt a cigányok parasztá válnak. Ez pontosan... az Újlaki Andrásség féle? Nem, azt mondom, hogy ez nem az. Az Újlaki az a polgárnak. Ja, a polgárnak azt írod, igen. Attól függetlenül ez egy polgári kezdeményezés. Értem, jó. Azt kell mondanom, hogy ennek van egy történeti gyökere. Tehát azokban a falvakban, azokban a városokban, ahol az 50-es években már valamilyen módon fölismerték a város, a falu vezetői, beleértve az orvost, az iskolaigazgatót, a tanárikart, a jegyző, akkori jegyzőt és nem, akkori, nem a jegyzőt, VB titkárt, a TSZ-elnököt, a pártitkárt, és a cigánygyereket nem szegregálták, nem volt lakóhelyi szegregáció. A TSZ-en ugyanúgy dolgozhattak a cigányok, mint a nem cigányok. Tehát ahol a társadalmi béke polgári, civil kurázsiként is működött. És nem kellett párthatározat hozzá, és nem kellett semmi központi utasítás. Amit mellesleg a 61-esek, azt úgy szabotálták el az ország 95%-ában, hogy csak csengett. Na tehát visszatérve a pozitív példákra. Ahol olyan őrültek vannak, mint a Berettyóújfalusi kistérségben rettegett Ritó, már a hatalom számára rettegett Ritók Nóra, aki 30 településen képes valamit csinálni és megváltoztatni a gyerekek és a hozzájuk és a szüleik életét. Tehát az az én mély meggyőződésem, ahol egy ilyen helyi civil vagy helyi igazgatási feladatként tekintenek arra, hogy egy békés közegben éljenek, hogy egyenlőségben éljenek, hogy a segítségre szorulunk, hogy segítsék. Ott tulajdonképpen nincsen cigány kérdés, és még azt mondom, hogy valódi mély szegénység és tartós, hosszantartó mély szegénység kérdése sincsen. Ezzel szemben ott, ahol történetileg, tehát a 60-es párthatározatot követően is már, de mondhatom az 50-es éveket is, a cigányokat szegregálták. Nem engedték a helyi munkaerőpiacon, már amikor volt munkaerőpiac megjelenni, hogy cigányosztályokat csináltak, hogy a régi lerombolt telep helyén új telepet hoztak létre, ahol nem engedték beköltözni őket a város, a falu, nem cigányok lakta a részeibe, övezeteibe. Ahol egy folyamatos diszkrimináció, szegregáció elvétel volt,
ott ez megint csak nem valósulhatott meg. Vagyis, hogy azt gondolom, hogy az legelső célzott támogatás, ez mindenkinek a saját életének, a saját munkaterületén való attitűdjeinek vagy gyakorlatának megváltoztatása. És azt gondolom, hogy lehet 28 párthatározatot, kormányhatározatot, elnöki tanácsi rendeletet, köztársasági elnöki leíratot csinálni. Hogyha azok az emberek, akiknek ezt végre kéne hajtaniuk, azok nem hajtják végre, ha nagyon komolyan mondom, elszabotálják, és a mostani politikai helyzet is olyan, hogy el fogják szabotálni, és hogy sokkal könnyebb az uralkodó, ahogy a Judit mondaná, többségi népesség érdekeit vagy szempontjait, ízlését követni, és azt mondani, hogy ja, ezt nem akarjátok, hát akkor nem csináljuk. Tehát azt gondolom, hogy persze lehet ilyeneket csinálni, de addig nem megy, amíg nincs egy belső akarat, egy belső megjegyzés. Második. Én azt gondolom, hogy át kéne telepíteni 300 vagy 500 ezer embert az ország keleti feléből, az ország nyugati felébe. Mert tulajdonképpen van egy ilyen nagyon spontán törekvés, hogy menjenek munkát vállalni. És én nem értek nyugtal egyet abban, hogy harmadik, negyedik generáció van. Nem. Ez a harmadik, legfeljebb, inkább második, mint harmadik generáció, aki munkanélkül van. És azt mondják, hogy ezek a híres gondolkodók, a HVG meg az Index cigányitájának hozzászólói, hogy a cigányok nem szeretnek dolgozni, nem szokták a munkát. Azt nem tudják, hogy mi a rendszeres fizetésért járó vagy munka. De igenis, hogy dolgozni akarnak. Hát, meg dolgoznak is. Hát különben sokkal több ember halt volna éhen. Hát ez idény munkában, feketén. Idény munkában, szőlőben, gyümölcsszedésben, kapálásban, kukoricatörésben, címerezésben, a polgármester földjén, a kulturális államtitkár birtokában, főleg, hogy elítélték. De viccelek. Egyébként az a helyzet, hogy nekünk van olyan kollégánk, aki azt mondta, hogy Sopronban egy általános iskolában az első osztályt olyan gyerekek, olyan szülők iratták be a gyerekeiket, akik közül az egyik osztályban már senki nem soproni, mert Békésből és Hajdúból migrálnak az emberek Ausztria felé, Sopronba kicsit megállnak, tehát Délalföldről mennek, mert hogy igazából már Sopronban egyébként szakember nincs. Ezek nem cigányok. Ez most nem volt kérdés, tehát ez most nem volt. Azért Békésben cigányok is vannak, szép számmal, a más egy picit azt hiszem, hogy Békésben más, mint Baranyában, és más Nógrádban, és más Borsodban a helyzetünk, és ez bizonyára a múlt miatt alakult úgy ki, hogy más helyen dolgozhattak. Tehát ez nem volt kérdés, hogy most cigányok vagy nem cigányok, hanem ahol abszolút nincs munka, mennek Délalföldről, Nyugat-Durántúl, Észak-Nyugat-Durántúlra, és hogy megállnak, hogy a nyelvet és onnét munkát, tehát egy fél évet, évet a gyerekek oda járnak Sopronba iskolába. Tehát ilyen migráció nem volt, sőt most már azt mondják, hogy minden szempontból sokkal erőteljesebb, mint 56 után de volt. De ez nem az alsórétekhez tartozó emberek. De ez azt is, igen, lehet, hogy először a szakmunkások mennek, és a... Először az orvosok mennek. Igen. Tehát nyilván nem a filozófus megy, először az orvos megy, és nyilván... Orvosok, műszaki emberek, mérnökök. De a villanyszerelő meg a hegesztő ugyanolyan eséllyel megy, és a fodrász és a kozmetikus ugyanolyan eséllyel megy, és az ápolónő ugyanolyan eséllyel megy. Judit, te az... Nekem az a bajom, hogy hát úgy beszélni a mély szegénység problémáiról, hogy egyébként, és az úrnak szeretném mondani ott hátul, hogy van egy felzárkóztatási roma stratégia, amelyik alapvetően csak az Európai Uniós forrásokra épít, és hazai forrás a közmunkaprogram pénzeken kívül szinte egy fillér nincsen benne. Tehát úgy a mély szegénység problémáját kezelni hosszú távon szerintem nem lehet.
ez az egyik, az én megállapításom. De itt most két dologról beszélünk egy időben. Tehát a mély szegénységről és a rasszizmusról, mert a szilárd hozzászólása nagyon fontos volt. A másik, amit hozzá szeretnék még ehhez tenni, hogy úgy meg különösen nem lehet ezt a kérdést kezelni, hogy egyébként az egyik kezemben oda teszek valamit, és a másik kezemben meg folyamatosan olyan jogszabályokat hozok, és olyan törvényeket hozok, amelyik ezeket a szegényeket a legellehetetlenebb helyzetebe hozza. És akkor erre most szeretnék csak azt a példát mondani, ami szerintem mindenki ismer és mindenkitől, ez maga a közmunkáért járó béreknek a kérdése, és az a fajta cinizmus, ahogyan megállapítjuk azt, hogy 47 ezer forintból meg lehet élni, és amíg egy kecskét is van hozzá, akkor aztán meg kiválóan viszi az államtitkár helyet. Ráadásul, tehát még ezt hagyj fejezem, mert nekem ez a leg, ugye én ezt a kérdést talán tényleg megélem a mindennapokban, hogy mit jelent az, hogy mikor decemberben kapják az utolsó fizetést, és utána mondjuk a közmunka csak februárban vagy márciusban fog elindulni, és a közbülső időszakban meg a 22.800 forint van. Nincs. Vagy, és de február 15-től előbben kaptak jó, de, ezt az jó, emberek. De februárban fognak először kapni, és tulajdonképpen van egy olyan időszak, amikor van másfél hónap, amikor azon kívül, hogy esetleg a gyermekek után járó ellátást megkapják, a családi kótlékot semmi nincsen. Ez önmagában véve egy döbbenet, és hogyha én az előbbi számokra visszaemlékeztek, amit elmondtam, hogy tulajdonképpen ez hány ember érint személyesen, és hogyha beleszorzuk ezt három vagy négy emberrel, hogy ez mit jelenthet létszámban, akkor azt látod, hogy ez a szegénység, ez döbbenetes. És egyébként pedig folyamatosan azt mondjuk, hogy a munkaalapú társadalom kell, és közben azt tudjuk, hogy március előtt semmilyen foglalkoztatási támogatást nem lehet igénybe venni, hiszen nincsen még költségvetés sehol. És szóval tulajdonképpen áll a rendszer, és maguk azok az emberek, akik ennyire rossz helyzetben vannak, azoknak ugye a családjaikkal, a gyermekeikkel együtt meg kellene élni. Ezért én azt gondolom, hogy ez egy rettenetesen cinikus dolog, amikor folyamatosan ugye a családi pótlék nem emelkedik, és ugye sorolhatnám mindazokat az intézkedéseket, amelyeket azért nagyon szépen végig lehet kísérni az elmúlt években, amelyek nagyon komolyan meghatározzák azt a fajta szociálpolitikát, szegénypolitikát, amit jelen pillanatban a kormányzat folytat, hogy ez nem egy fenntartható. Mi történik, és nem tudom, az úgy itt van-e, ez nagyon bántja a csőrömet, hogy mondjuk van 3000 roma asszony, aki majd bekerül a szociális ágazatba dolgozni, ki lesznek képezve? Ezer, 3 milliárdból. Tervek szerint 1000 nőnek adnak szakképzettséget. Nem azt mondja, hogy ez így van, ezt tervezik. Igen, ezt tudjuk, hát ezt látjuk, és ez benne van a felzárkóztatási stratégiában, mint fontos elem. A kérdés az, hogyha egy oly mértékben szegregált munkaerőpiac van, és egy oly mértékben elkülönítő munkaerőpiac, mint Magyarországon, bekerülnek ezek az emberek, elvégzik a 6 hónapos, nem tudom én milyen tanfolyamot, nem tudom ezt máshoz hasonlítani, mint amit te elmondtál, és tulajdonképpen utána mi fog ezekkel az emberekkel történni, milyen típusú munkát tudnak majd ellátni, hogyha ezt valaki végig gondolta volna, és mondjuk összekötötte volna azzal, hogy ma az egészségügy Magyarországon milyen helyzetben van, és mennyire hiányoznak azok hiányzik az ápolónő, hiányzik az a típusú szakember, aki kell, elmondhatod utána, Peti, akkor ma azt sem látjuk, és utána azt nem látjuk, hogy ezeknek az embereknek a továbbfoglalkoztatása miből lesz biztosítva. Szeretném megkérdezni, hogy ugye senki nem gondolja komolyan, hogy egy 6 hónapos tanfolyam után valaki szociális szakember lesz, ez meg egészségügyi szakember lesz, ennek úgy lett volna értelme,
hogyha tényleg egy olyan típusú szakképesítéssel indulnak el, amivel utána valós esélyt kaphatnak a munkaerőpiacra történő belépésre. És ez például lehetett volna egy olyan program, amiben azt mondtuk volna, hogy igen, iszonyú a kórházaink állapota rémes. Igen, lehetett volna egy rendes két éves képzés. Lehetett volna egy olyan fajta típusú képzés, aminek van értelme, és amivel talán azt a fajta és azt a típusú rettenetes elkülönítést, hogy egyébként semmilyen szakterületre nem lehet betörni, talán el lehetett volna azzal kezdeni, bocsánat, hogy mondjuk az egészségügyben megkezdődik ennek a rettentő elkülönítésnek a felszámolása. Nekem az a legfontosabb dolog ebben, hogy egyrészt látok olyan intézkedéseket, aminek úgy önmagába véve lenne értelme, hogyha mondjuk ez össze lenne kapcsolva egy országot érintő továbbfejlesztési stratégiával. Most azt látom, hogy költsük el ezt a pénzt, megvan erre, ki fogjuk pipálni a feladatot, ennyiről ezt elvégeztem, megvan a tanfolyam. És a másik borzasztó veszély, de lehet, hogy azt mondjátok, hogy én tényleg egyébként egy kicsit ilyen őrült vagyok, hogy én mindenben már csak a rosszat látom, hogy majd ne az legyen, neked hogy... Neked üldési mennyi. Igen, hogy nehogy az legyen, hogy őket fogják kiküldeni. Hova? Akár a telepekre is. És én emlékszek még arra az időre, amikor voltak azok a típusú munkák. Mert kiket küldenek értelek? A kiképzett szociális szakemberek. Nehogy nem, hát azért képzik ki őket. Hogy hát majd nehogy ők ellátják azt a családsegítő gyerekjólétés, és nem tudom én milyen feladatokat, amelyeket egyébként maga az ellátó rendszer bizonyos tagjai nem képesek ellátni, mert hogy egyébként vannak olyan kis települések, ahol a családsegítő és gyerekjólétés szolgálat. De ezt jól látod, Judit. Egy héten egyszer van, 3 órába, vagy 4 órába is viszontlátásra. Ennél rosszabb. Na, te neked még rosszabb. Tehát akkor te még pessimistább vagy, mint én. Tehát, hogy én egy kicsit mindig félek ezektől a dolgoktól. Én azt mondanám, hogy azokban, ahol a GDP-t látjuk, hogy ilyen mély szinten van, hogy a szolgáltatások rendszere nincsen kiépülve, hogy oda kellene adni akár plusz normatív alapú forrásokat, azzal ezt a kiegyenlítést megtenni, egyetértek azzal a Péterrel, hogy azt a fajta mobilitást kellene segíteni, hogy az emberek tudjanak mozogni országon belül, és tudjanak menni a munka irányába, de ez ne úgy történjen meg, mint most, hogy igen, most is adják ezt a fajta támogatást, de mivel ott van ez a típusú, hogy nem veszünk föl, ugye az a félelem ott van, hogy ő mondjuk el is menne, meg még a családját is elvinné. De mi a biztosíték ma arra, a mai Magyarországon, hogy akár az ország másik részében az a család munkát fog kapni, és ott be fog tudni illeszkedni. És ott elfogadottá válik a helyi környezetben. Tehát, hogy megengedik a tast rendi, megengedik bejelentést, megtelepülésre. Megígérem, az utolsó kérdésem lesz. Nem engedik bejelentkezni. Nem szeretnék valamit mondani, bocsánat. Tehát itt a képzés kapcsán én ennél sokkal rosszabbul látom a jövőt, mert hogy szerintem az egész arra lesz jó, hogy helyi szinteken még jobban felelősítse az előítélteket. Mi fog történni? Az önkormányzatok el fogják küzdeni a dolgozókat, és föl fogják venni a kiképzett embereket, akikre állami támogatás van, és egy-két évig ingyen ellátják azt a fajta feladatot, ami történik, aki meg jelen pillanatban dolgozó volt, azt meg elküld. Igen, ez egy igazi veszély. Ez egy igazi veszély, de akkor még egy... Elnézést, reflektálhatok. Persze. Húha, most már 2 perc, igen. Nagyon gyors, hogy felmondatban. Először is nem az új képviseletében vagyok itt, úgyhogy én csak a szerény információra támaszkodtam, amikor azt mondtam, hogy van ez a probléma sem. Tehát nem, hogy elhangzott az, hogy nincsen kormány semmi, tehát nem tudom, hogy van ez. Az, hogy most ez jó vagy rossz, nem rossz, vagy... Igaza van, értékmentes van. Egyébként én úgy tudom, Bartók Tóriá nem tudom, volt szerencsém beszélgetni erről. Nagyon szerencsésen. Elkérdeztem, hogy pontosan ugyanerre a problémára, hogy most akkor, hogy egyrészt 3 milliárd forint, hogyha rosszuk ezzel, akkor látjuk, hogy azért egy szociális munkás sem, és egy elkülönült sem ennyiből képzünk ki. Nem ennyibe kell egy fél éves tanfolyam. Őnek erre az volt a válasz, hogy azért 3 milliárd forint, mert ez egy 2 lépcsős rendszer, tehát egyrészt oktatási, másrészt pedig foglalkoztatási rendszer. Tehát azután, hogy ők elvég
végzi ezt a bizonyos képzést, legyen az ilyen vagy olyan, az állam vállalja a foglalkoztatásukat, és ennek a bére bele van kalkulálva a 3000 forintba. És még egy dolog, hogy arra is rákérdeztem, mert nekem is eszembe jutott, hogy most akkor mi lesz azokkal, akik ott vannak ezekben a bizonyos régióban, hogy őket akkor ezáltal elküldik, vagy mi lesz az ő státuszukkal, állítólag a meglévő rendszert egészítik ki ezek az emberek. Köszönjük szépen! Köszönöm. Jó, muszáj még egyetlen egy kérdést föltennem. Ugye kerülgetjük itt az eleje óta azt a dolgot, hogy világosan, jól artikuláltan a rasszizmus az elmúlt években a hétköznapunk élete lett, tehát a közbeszéd, az újságok hasábjaim, a televízióban, a rádióban, a parlamenti felszólalásokban, a különböző cikkekben. És ugye Péter, azt mondod, és nyilván emögött nagy bölcsesség van, hogy majd akkor lehet kormányhatározatokat és párthatározatokat hozni, hogy azok az emberek, akik együtt élnek, meg is valósítják. És én azt látom, hogy az elmúlt években egyre távolabb kerülünk attól, hogy az emberek, akik élnek Gyöngyöspatától Monokig, bárhol, hogy kooperálnának... Patakig. Így van. Kooperálnának és... és megcsinálnák azokat a jó gyakorlat, vagy a good practice, amiket te most felsoroltál az elmúlt 40 évből, azt a 4-et, vagy 5-öt, vagy 6-ot. Hogy mit lehet tenni egy országgal, ahol a rasszizmus elmélyül, ahol az emberek nem fognak kooperálni a mindennapok szintjén? Mit tud egy következő kormányzat tenni? Vagy mit lehet a rasszizmus ellen? Közönség is válaszol. Egy picit tovább rasszizmusra, szóval miközben én azt gondolom, hogy ez a rasszizmus, ez mondjuk a középkor óta permanensen jelen van, és most nem akarok eredetmondákat mesélni, hogy a többségi társadalom és a katolikus egyház milyen eredetmondákat gyártott és tart fenn mind a mai napig cigányokról, romákról, most átugom ezt. De hogy jobban érzékeljük, hogy érzékenyebbek vagyunk rá, de azt gondolom, hogy 72-ben is nagyon komoly cigányellenesség volt, azt gondolom, hogy 1988-ban is nagyon komoly cigányellenesség volt. Szerencsére egyre érzékenyebbek vagyunk, egyre több dolog válik, főleg nyugat-európai példák és minták alapján evidensé és egy PC gondolkodásá, vagy PC beszédé. Tehát nem gondolom, hogy... Már az európai módon gondolkodó emberek között? Igen. Oké. Okay. De most egy kicsit még visszakanyarodnék ez a munkaerőhöz, és egyrészt Juditnak azt akartam mondani, hogy ha ezt ilyen jól látod, vagy látjuk, és én szégyellem magam, hogy ilyeneket nem dolgozott, ilyen javaslatokat és alternatív tervezeteket, tehát azt, hogy ezeket meg kéne csinálni. Tehát nem így csak ebben a két márványlapú asztal környéken bölcselkedve és okoskodva, hanem tényleg így gondolni, leírni és azt mondani, hogy ezt mit kéne csinálni. És valójában mit kéne úgy csinálni. És amitől nem vagyok annyira pesszimista, az tulajdonképpen, hogyha nyugat-európai társadalomfejlődés és munkavállalási modelleket nézem, akkor ugye azt lehet látni, hogy mindig is vannak alulértékelt, alárendelt munkák. Amit Németországban szerbiai és törökországi vendégmunkások, Franciaországban algériai vendégmunkások, nem akarom a sort folytatni, végeznek el. Magyarországon is előbb-utóbb egy előregedő társadalom van. Az is van. És egy országot elhagyó értelmiség. És lesz egy, már most azt gondolom, hogy aludértékelt munk ápolónőnek és szociális gondozónak, stb. Nagyon régóta az. Tehát biztosan, hogy van egy olyan társadalmi etnikai csoport, amelyik ebben a történetben egy olyan hátországból előhívható és előhozható munkaerő lesz, amelyik egyszer csak meg kell a magyar társadalomnak békülnie, hogy a 88 éves Alzheimer kóros nagymamát vagy anyukát egyszer csak havi x ezer forintos fixért
egy román polonő vagy gondozónő fogja gondozni. És ebben a tekintetben azt mondom, hogy valóban ezeket a trendeket kéne felül gondolni, és abban teljesen igazatok van, hogy baromság 120 falusi turizmus, vagy milyen turizmus gazdát képezni, ugyanilyen hülyeség 200 hegesztőt, és itt van. Amihez nyilván az kell, hogy azt kitalálni... A hegesztő nem olyan hülyes. De 200 hegesztő. Egy faluban 200 hegesztő. Ez a hegesztő falu lesz, hogy és ha mondjuk még targonca vezetőit tanulnának is, akkor elmehetnének Hollandiába, mert kevés kell angol vagy német nyelvfogással, elmehetsz targonca. Tudik már targoncával. Zseniális, már a hazai az is képest komoly pénzekért. De ez tényleg az kell, hogy akkor az a kevés számú jogvédő, segítő, szolidáris értelmiség, akkor lépjen bele ebbe a folyamatba, lépjen bele ebbe, és mondja azt, hogy ezt kell, és ezt lehetne csinálni. És még azért szeretnék egyet elmesélni, mert ugye az antropológus nem is a nagy számokban, számokkal dobálózik, de mindig ilyen konkrét történeteket és példákkal érkezik. Vagyis ez a kiszolgáltatás milyen szinten lehet fönntartani. Talán mindenki ismeri azt a, most egy kedvelt formulám, hol csikós, hol gulyás jelmezben megjelenő érpataki polgármestert. Nincs előttem, de el tudom képzelni. A honlapon is megcsodálható. És filmeket tett föl. Na, hogy... Orosz Mihály. Orosz Mihály Zoltán, vagy Orosz Zoltán Mihály, valami szép neve van. És a ti polgármesteretekkel az újja... Az a rendszer van nálunk. Jár haknézni. Oszkárral együtt van. Oszkár, és hogy találkoztunk Érpatakon egy munkás emberrel, aki már hónapok óta volt közmunkási státuszban, ez a 47 ezer forintért. Noha más is föl lehetett volna, őt alkalmazta, hogy nehogy elmenjen segély, vagy milyen támogatási pénzre. És amikor ott jártunk és láttuk ezt a szegény embert, akkor éppen árkot tisztított. Na most addig nem is volt gond, amíg az árok ugye nem volt lefedve, mert beleállt a lapáttal, kiszedte a cukit, kitalicskázta azt alajévét. Na amikor jött egy betongyűrű, ami mondjuk 20 méter mélyen, 20 méter hosszan futott, és fölötte volt nem tudom két híd, akkor neki két oldalról szépen ebbe a 75 centi átmérőjű betongyűrűbe be kellett, mint a vakonnak másznia, mindenféle gép nélkül, egy kőves kanállal, meg egy vödörrel, és kitermelni ezt a 2x10 méteres, ugye mert jobbról is való is folyamatosan ment, amely azt szeretném mondani, hogy ebben a pillanatban bizonyos polgármesterek és bizonyos jegyzők élet és halál urai. És azt gondolom, hogy olyan cinikus, vagy nem törődő akár kormányzat, hogy hagyja, hogy ezek, vagy ilyen emberek garázdálkodjanak. És rendelet van 2011 per áprilisi önkormányzati határozat, ahol az önkormányzat arra szerzett jogosultságot, hogy bármikor bemehet bárkinek a házába, megnézheti, hogy hány fok van, hányan laknak a lakásban, dohányoznak vagy nem, hogy van a szekrényre. Az a baj, hogy sok a fok vagy kevés? Ha kevés, akkor a gyereket viszik el. Kevés, mert hogy miből lenne sok. Na. Ehhez hogy mondjak én is valamit, tehát... Igen, ehhez képest, hogy a szüleibe kell dolgozni, és semmi. És egy picit, most egy picit nem csak, de ez az a baj, tudod, hogy ez az épataki modell, ez egy ilyen futótűzként elterjedő dolog. Tehát, hogy összehívtak odáig a megbeszélést, megjelent ott Norvai Krisztina, ő is nyugodtan beszámolt, az első modell bemutatója maga ugye a helyi rendőrkapitány volt, aki elmondta, hogy micsoda érdemei vannak ennek az egész rendszernek. Meghívták oda a környék polgármestereit, illetve nem csak a környék polgármestereit, akiknek ez nagyon megtetszett, és hogy ezt a saját maguk településén is alkalmazzák. Az a legnagyobb gond ezzel, amiről mi most itt beszélünk, hogy magát az egész cigányságot mindig csak úgy tudjuk elképzelni, hogy lapától, úgy tudjuk elképzelni, hogy benne van ezekben a kis alagutakban, és szedi ki a szemetet, hogy ugye ami elrettentő,
de amikor valaki föltakarítja az utcát, akkor valakik azonnal eldobják a szemetet, mert úgy is azért van ott, hogy ezt összetakarítsák. Ugye ezt számtalanszor meg lehet élni egy kis településen, és én egy kicsit azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem tesz jót az embereknek az önbecsülésének. Mert ma, amikor az volt a téma, hogy hát milyen Magyarországon ma cigánynak lenni, én azt gondolom, hogy borzalmas. Tehát mondjuk ezt ki nyugodtan, én cigány ember vagyok, nem vagyok még közmunkás, de bármikor azt gondolom, hogy eljött az az idő, amikor bármelyikünkből az lehet, és én ilyenfajta kiszolgáltatottságot még soha nem éltem meg, pedig azért nem vagyok már nagyon fiatal, az emberek arra rákényszerülnek, hogy akkor 22.800 forintért 30 napot ingyen ledolgozzanak. Egyetlen egy forint nélkül, úgyhogy egy semmiük nincsen, és vagy úgy ledolgozzanak önkéntes munkában, hogy egy tányér melegvételért. Mi ez, hogyha nem cserét sors? Mi ez, hogyha nem az embernek a legmélyebb megalázása? És tudva azt, hogy egyébként otthon gyerekei vannak, otthon családja van, és két kézzel kapaszkodik ahhoz, hogy munkát kapjon. Tehát én a magam részéről úgy gondolom, hogyha következő kormányok ebben az ügyben nem tudnak jelentős átlépést tenni, hogy a munkaerőpiac befogadó legyen, és akár én ebben azt mondom, hogy én nem vagyok annak a hiba, hogy párhuzamos szolgáltatási rendszerek alakuljanak ki, mert annak ugye sehol nincsen értelme. De azt, hogy igenis meg kell határozni, hogy fel kell menni ezeket az embereket dolgozni, és hogy ehhez lehet, hogy tényleg kell a kvótarendszer, mert ez másképp nem fog menni, azt én ma már egészen bizonyosan egyértelműen kell. Tehát az szektorban egyértelműen. Az, hogy az embereknek kuncsologni kell két kézzel. Meséltek, hogy hogy lesz akkor? Hogy kuncsologni kell a munkáért. És azt a fajta nyomot megélni, amit ma megélnek, én ezt egyszerűen vérlázítónak tartom. Tehát itt szó nincs arra, hogy itt valaki európai polgár, azon se kell csodálkozni, mert nagyon sokan tényleg gondolkodunk azon, hogy hát gyerekek, tényleg hát mennyire a mi országunk ez a mai Magyarország. Az ember gyomorgörcsen tesz fel, és gyomorgörcsen teszik le. És én igenis azt is gondolom, hogy én nem akarom, hogy a Kossuth térben a régi Horthy időszaknak a terét visszaállítsák. Nem akarom azt, hogy a parlamentbe zsidózzanak nyíltan és cigányozzanak, és nem akarom azt, hogy masírozzanak azok az emberek, akiknek nem kellene masírozni, és nem akarok félelemben élni abban az országban, amelynek én is állampolgára vagyok. Ma réges-régen nem arról szól ez a történet, hogy cigányok állampolgárok ebben az országban vagy nem, és hogy nekik állampolgárokként milyen jogosítványaik vannak, hanem részemről arról szól, hogy hogyan lehet ezeket az embereket olyan helyzetbe hozni, hogy minél előbb dögöljenek meg. És ne arra mondjatok, hogy ez a rossz szavam van, mert ma ezt élem meg minden nap, és ezt látom, hogy ebben a kiszolgáltatottságban, ebben az éhezésben, ebben a hidegben, ebben a rossz egészségi állapotban, az adósságoknak az özönébe szinte az emberek, nem hiszem, hogy pont te mondtad azt, hogy régen önfeladtak, és az a baj, hogy a gyerekeik is ugyanebben az önfeladó magatartásba kerültek bele. Ez a legnagyobb baj. És gondoljátok azt el, hogy nincsen otthon villany, nincsen otthon sem. Mi a mély szegénység? Hogy nálatok még van villany, nálunk minden nap kimegy a... Arabul a nem cigány kultúra van, szegény kultúra van. Nagy különbség van a kettő között. Ja, nálunk már nincsen régen. Ott én, hát ott még van. Parabola antenna, kölcsönfelvétel, plazma tévé, autó, vacsoraverseny, csak éppenséggel önfeladás van. Ja. És a gyerekek nem akarnak semmit. Munka nincsen. Megbecsülés nincsen. Nálunk már ez nincsen. Nálunk a következő ott van. Ott van igazán a nyomor. Olyan. Azt gondolom, olyan. Amikor a gyerek hazamegy és hideg van, amikor nincsen villany, amikor nincsen víz, majd a közös képviselő a 22.800 forintból nem tudja kifizetni a 23.000 forintos nem tudom én micsodát, akkor ugye lezárják a vizet, és 19 óra és 19 óra 15 perc között lehet vizet venni, és az 5. emeletre gyalog kell fölvinni azt a vizet, amely az ő 3 gyerekéhez elég. Ez az a nyomor, amiről én beszélek, és ezt valamilyen módon orvosolni kell. Egyetértünk. Én nagyon szépen köszönöm nektek.
9 óra van, és azt ígértem mind a két vendégnek, hogy 9 órakor befejezzük. Hogyha bírjátok, ha bírjátok még, akkor folytatjuk. És akkor még kérdezhetnek is. Mert nekem 9 órakor kötelességem. Péter. Péter. Ugye én azt mondtam az előbb, hogy nem a kormányokon múlik, azt annyiban módosítom, hogy egy picit nyilván múlik a kormányokon is. Tehát az a beszédmód, amit ez a kormány és az egész roma program európai vagy nem európai, az ennek van egy nagyon fontos filozófia, és itt két dolgot szeretnék párhuzamba állítani összehozni. Az egyik, hogy ebben a mostani kurzusban egy nagyon erős szegénységellenes mozgalom van, ami tulajdonképpen nem is annyira népi, hanem politikai és a vezető politikai szintű kampány. Ugye ez a legregnánsabb példája, a hajléktalanok, rokkantak, közmunkások, munkanélkül. De 1000%-osan igaz a románkra, cigányokra is. A másik ezzel párhuzamosan történet, hogy ahogy ez a bizonyos korábban államtitkár, aki a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár volt, és nagyon... Hogy hívják? Balogh Zoltán. A miniszterről beszélünk? Aki most miniszter, igen. Balogh Zoltán. Semminek a minisztere. Emmi. Nem tudom, miért emmi különben. Ezt nem jöttem rá. Miért emmi? Mert emberi erőforrások minisztere. Miért emmi? De mindegy. Hogy nagyon pontosan elemezni lehet ez a felzárkóztatásért. De csak felzárkózásért. Jól? Igen. Tehát nem felzárkóztat, hanem felzárkóz. Zi. Sorakoztam. És ugye ő azt mondja, és ez az egész logikája ennek a mostani rendszernek, hogy akarni kell felzárkózni, akarni kell megváltozni, és akkor mi segítünk. És pontosan az a dolog nincsen bekalkulálva és gondolva, hogy ahhoz, hogy valaki eljusson a saját helyzetében az akarásig, ez már egy társadalmi, hogy mondjam, szóval ez egy bizonyos tudás, bizonyos képesség és nem képesség, képzettség kell, vagyis hogy abban a nyomorult helyzetben, amiben az emberek többsége él, ebben nem lehet ezek, amit által elmondott körülmények között és kondíciók között valójában akarni, felzárkózni. A maszkóféle piramis alapján a legalsó szintről azt elérni, hogy valaki oda tetőre kerüljön, azért ahhoz... Az nem könnyű, tehát amikor az ételről kell, meg a fűtésről kell gondoskodni, akkor nem az önkiteljesedés az elsődleges szempont. Ugye ennek a legelborzasztóbb példája, hogy megint egy karitatív szervezetet ide hozzunk, amikor a Mátai Szeretetszolgálat vezetője azt mondta, hogy Ócsai lakóterepen oda pessimista és rosszkedvű emberek nem mehetnek, depressziósokról már nem is beszélve. De tényleg, az elveszti a házát, nem tudja kifizetni, vagy a lakását, nem tudja kifizetni, valószínűleg az állását is, és nem tudja... És a Mária Valéria telepre sem mehet majd lakni. Igen, és akkor egyébként még vigyorogjon. Akkor én most megkérdezem, hogy ki szeretne még hozzászólni, vagy kérdezni. Nagyon sok mindent nem beszéltünk végig, de azt gondolom, hogy nagyon sok mindent végigbeszéltünk. És nagyon szépen köszönöm Juditnak is, és Péternek is, hogy eljöttek hozzánk. Szerintem sok mindent tanultunk ma. És nagyon köszönöm a türelmeteket, mert figyeljétek. Tessék? A megoldásról.